itt a Morning Show, Magyarország kedvenc reggeli műsora a Klassz FM-en. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Szerintem jöttünk a szülinapodat megünnepe. Ja, na jó, van, akkor ígyunk valamit. Tehát én ezt így nem olyan szeretem. Ezt józanul nem lehet kibírni. Igen, ezt nem lehet kibírni. Fél kettő, beülünk a gépjárműbe, elindulunk a belvárosba, fogalma nincs, hova megyünk, megállunk, próbálom kiszedni, te mondom. De mégis, hát kint lesz, bent lesz, semmi. Megérkezünk, kiszállás, sétálgatunk, azt megjöttünk, mondom, hova? Fordulj meg. Kérlek szépen, most már egész biztos, hogy nem normális az családom. Tetoválást kaptam karácsonyban. Oh, megbégeztek. Meg. Mint a marhát. Mi ezt mondjuk már, köszi. Már volt egy ilyen tervünk, hogy lesz egy közös, de én ezt úgy nagyon nem gondoltam komolyan. Hát nekünk van már egy tetkunk, van egy az elég. Ez nem elég igényes neked? Nekem elég, neki nem. Tehát neki nem volt elég igényes, és akkor oda bementünk. Hát gyerekek, tehát és mi volt? Könycsepp, vagy szeretlekica? Ne, szeretlekica könycseppel. Szeretlekica könycseppel. Egész hát a sírkő, a sírig együtt béka. Igen. Igen, neked már nincs jövő, de csak múltad. Ez az mindegy, hogy mit varadtunk fel. De na, hát de nem, de mindegy. Hát az legyen az én titkom. Nem már, hát akkor az egész sztori nem szól semmiről. Akkor hagyd találjuk ki. Na jó, tessék, lehet. Ne vonjuk be a hallgatókat, és te szerintem tök jól lenne, aki találná. Igen, találjátok ki. Találjuk, de akkor végén megmondod. Meg, a végén. Na, meg. Szerintem azt varratátok egymásra, hogy örökké. Aha. Nem? Te ilyen, így benne vagy ebben a nagy ötletelésben? Tehát, hogy ez így szokott szerintem menni? Az örök, én azt nagyon szeretem. Forever me. Tessék? Nem, hogy örökké, az egy nagyon szép szó szerintem. Örökké. Ez tök sokat jelent. Meg ha én varratnék, mondjuk elég a Vicsivel, én azt tenném, hogy örökké. Örökké. Igen, az helyes. Kis kihagyásokkal. Vagy mit ez örökké? Hát, kicsibe, nem nagyba. De akkor mit tettél föl? Best of? Persze. Meg hogy edd a művek mi is volt. Hajrá, best of. Hát a Hooligans-el közös koncerteteknek a dátum. Tudom, nem nagy nap lesz. Megvan, mit tettél. Dec 27 Szima csarnok. Dec 27 Szima, Andy. És egy Andy arc. Hú. De nagyon-nagyon izgalmas. Írás vagy kép? Írás. Írás? Képírás. Lehet, hogy angol, hogy béka, hogy frog? Frog. Igen. Jaj. Jó. Igen. Frog ever. Frog ever. Az jó! Mondjuk a frog ever nem rossz. Ez marha. Most nagyot alkottam. Így reggel fél hét előtt, rossz. Mint béka, forever és a frog ever. Igen, csak idő után elfogynak azok az emberek, akik még nem látták, és még nem nevettek a poénon, és akkor utána már kínos. De szerintem a frog ever nem a frog rossz. Ever tök jó. Frog ever. A következő ez lesz. Szerintem egyébként ebben van lehetőség. Ez nagyon jó, frog ever. Frog ever. Mert hogy ebben benne van az örökké, benne van a béka, és a kettő együtt frog ever. Nem kérek érte pénzt. Nagyon. Tehát, hogy ez most csak így. Jó, de jó hát frog. Én nem is hadnék rá. De miért? Hát béka nem mondta, hogy nem lenne rossz. Nem mondta, hogy nem lenne rossz. Az örökké és a béka. Nem rossz, de frog ever. A szójáték egy picit, hogy idő után megfárad, hogyha mindig ugyanazt az ember így látja. De nem lát, de hát ez nem, tehát a tetkót nem azért. Rakasd a makodrat, nem látod. Na, akkor így már jó. Így már tetszik. A belső bőre. Mert akkor tényleg csak annak az egy, vagy max öt embernek szólnak. Igen, a kalapjára, hogy frog, és amikor lehúzod, akkor ever. Igen. Nem a belső bőre. Frog ever. Nem rossz. Gyerekek, ezért a geszti már egy 10 plusz áfát leszámlálsz, csak mondom. Hát, úgyhogy Ákos még többet. Ákos 13-at, ha a közszolgálatra adj el, úgyhogy... ez ott már nagyon durva lenne. És akkor az esküvői meghívunk, meg az lesz, hogy egy drekelünk. Atya úristen. Szerint, ugye, hogy jó. Frogever egyre. Szerintem egyre jobbak vagyunk. Gyere te is az esküvőnkre, egybre kelünk. A jelző Frogever. Tök jó. Én ezzel meg vagyok. Nekem ez meg na. Ez neked tényleg nem tetszik a Frogever? Egybre kelünk. Egybre kelünk. De ne, ez így jó. Ez már így látom, jó. A mai nap is jó lesz. Egybre kelünk, nagyon jó. Ezzel meg vagyunk. Egyik, nem ez a tetoválás? Akkor egyik sem? Nem. Jó, így a hallgatók, hát próbáljuk kitalálni. Legyen ez egy ilyen... De most már egy kicsit bánod, hogy nem ez. Hát igen. Hogy nem dumáltatok előtte másik Balázsa. Kezemre fölnyomom. Szerintem a Frogever... Itt a szalomban már elkezdték, de még csak egy... Így lehet még, alakítani. Még bármi lehet belőle. Mi legyen, Bali? Én egy percet bemondtam volna a Frogever. De jó vagy, ez menő. Sajnálod már, mi, hogy izé... Szeretlek, Juci. Az van fönt. Na jó.
Csülökpörkölt felirat, kérdezi valaki. Igen, egyébként. Pacalpörít. Hát ne, akkor ne találgassatok tovább, tényleg az. Nagyon I love krumplis nudli. Fakanál Villa Tetko egyébként nem rossz. Igen, de az alfa rendszáma se rossz ötlet egyébként. Igen. Egy tággőzőgő lecsó. Egy tággőzőgő lecsó hasára, igen. Csíkis fiú. Igen. Na jó van, leleplezzük majd a titkot akkor. Fél tíz körül, vagy három tíz körül, addig nyugodtan lehet továbbgatni, találgatni. Non-figuratív? Annyit elárulom. Nem, mondtam, hogy szöveg. Nem, mondta, hogy szöveg. Hát úgy értem, hogy non-figuratív, hogy józan voltam, amikor csinálta. Igen. Úgy, nagyon-nagyon aranyos csaj csinálta. Igen? Igen. Nagyon. Na, tényleg, egy tündér. Alig fért hozzád a melleitől. Ja, hát az külön vicces, hogy le kell tenni a kezedet, és hát ő ahogy dolgozik. Szóval a kezedem van, jól van. Hát azt mondtam, nem? Ja, ne, mondtam, nem, csak hogy semmi tapi. Ja, hogy semmi tapi. Lesz szóval nagyon ügyes. Mint Hannibal Lecter. Ügyes kell? Nagyon. Melben is ügyes? Nagyon ügyes volt. Merek én oda nézni? Ja, tényleg együtt voltatok. Hát ez a béka is ott volt. De nem ez a klasszik, hogy egymás mellett fekszetek, és akkor, de akkor hogy hívják, nem, a rajt is dolgozik. Nem, egymáson meg rajta. De egyébként az lenne a menő egymáson. Tehát az is két ember dolgozik, egyszerre rakatjátok, még a fájdalmat is egyszerre élitek. Ez el. Ilyen összetevős, hogy rajta is persze, van egy, és akkor összeteszitek, és akkor így félbetörtő adja. Félbetört mézes kalács, és akkor nem, megvan egy fél malac. Van a te kezedem, és akkor egy fél malac a békakézzel összerakjátok, és akkor és meg is van nevezve, mint a hentesnél, tudod, hogy comb, izé, nem tudom. Egy hentes malac minta. Vagy rajtad vannak a izék, a bécsi szeletek rajta, meg a petrezselymes kumple, és amikor így összeteszitek, akkor megvan a menü. A főétel és a köret. És akkor úgy kéne a két fél disznót, hogy ahogy sétálunk és összeél a karunk, akkor nálam van mondjuk a egy, igen. Aha. Igen. És tök jó. Hallod, öreg, mangalicát kértem meg. Nem izét. Igen. Na jó, meg kitaláljuk, akkor megpróbáljuk. Ha más nem fél tiszkó, nyom egy combossal, leviszünk földre, lefogunk, azt föltépjük az ingújadat. Csicsi. Csak a pápofájt húsz szét. Basszus, megtaláltam. Ott van. Bob, egy rózsa. Egy elhervadt rózsa. Nem, két B betű, egy Bob felirat. Igen. Hogy állunk játékkal? 2-1-re vezettünk mi. Igen, mert igen? Nyertem egyet, te buktál, aztán tegnap helyrehoztam baklövésre. Igen, kettő. Hogy helyrehoztad? Miért beszélsz erről most időben? Mondjuk most vagy nullán. Nem, igen. Ma döntsem el az önmagammal vívott harcot? Hát folytasd már a büntető hadjáratot. Gyerekek, mondtam, hogy ezen a héten bárki kerül elé, mészárolok. Ez kedden még nem sikerült, de most meg lesz. Jó? Ne, de én azt mondom, hogy ne ejtsél foglyokat. Nem, foglyokat nem ejtek, csak mészárolok. Fél hét múlt pontosan egy perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. M5-ös kivezető Hungária autóvillamos ütközött, tűzoltók mentek, óriási dugó alakul már most. Ajajajajajajajaj. M5 kivezető, de még a Hungária, vagy mi ez a Hungária autóvillamos? Nem tudom teljesen értelmezni. De majd ha valaki elküldi még pontosabban, akkor beolvasom, mert így nem tudom, de valahol arra felé van egy baleset, jó? Az 5-ös úton Dabas és Sári között egy személyautó zárokban lassul a forgalom. Ezt Mola küldte nekünk, köszönjük szépen, mi pedig már is megnézzük, hogy ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én az Erika vagyok. Mi nem? Még. Azt gondoltam rögtön. Igen, mi nem. Hello Erika, mi újság? Hát most ébredtem, képzeld el, és még a hangom is olyan, amilyen nem szokott máskor lenni, mert most borzasztó a hangom, én tudom. De ez mind azért van, mert annyira izgulok. Na, ne szontolod. A szívem is úgy dobog, de jobb, amilyen máskor. Ha milyen kis még, hál' Isten. Honnan hívtál minket, Erika? Hát a világ legszebb helyéről, Békás megyéről. Ó, a festői Békás. Ugye Békás City. Békás City. Egyszer elviszem oda a gyereket. Hát is hozhatod, nagyon jó hely, én nagyon szeretek itt lakni. Igen.
Ó, Istenem, jól van. Essünk akkor egymásnak már, mint hogy válasz a játékos, mondd el, hogy miért, aztán játszunk, és aztán menjél. Hát Balázskám, ha már veled kezdtem így el beszélgetni, akkor ne tedd már a telefont, legyél te. Én nem, ha, de ha esküszöm, ha a fiúkat választottad volna, se tettem volna le. Tehát nem, nem csinálok ilyen. Nem vagyok én olyan. Feri, nem vagy te olyan. Á, maradjunk, most már olyan jó elkezdtünk beszélgetni, jó? Ferivel úgyse tudnál játszani, mert ahogy kimondod azt, hogy békás megy, rögtön elérzékeny. Igen, igen, a más igen, más igen, 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 egyszer összeházasodnak, oda mennek majd nászuk. A vincelsz. Hétbe. Igen, vagy a feleketlen tóhoz. Oké, okay, Erika, na jól van. Mehetünk? Na, mehetünk, persze. Na, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Erika! Tessék! Erika, jól mondom? Jól mondod, bizony. Ja, jó játékos vagy, Erika? Aj, soha az életemben még olyan szerencse elkerült engem, hogy játszhassam, nem csak veletek, hanem mással is. Senki mással? Igen, igen. Jaj, de szép volt! Jaj, de szép volt! Én ez Istenem! Jaj, de sajnálom, Erika. Hát még én. Tessék? Hát még én. Erika, ne haragudj, de muszáj, mert itt nagyon-nagyon megharagszanak rám, ha ezt nem tudom hozni ezt a hetet. Tehát itt nagyon-nagyon nagy balhé lesz. Rendben. Balázs, megőrülök. Oh, jaj, Isten, de régen szerettem volna már pedig játszani veletek. Játszottál? Hát játszottam. Hát 5 másodpercig? Nem. Kifejezetten jól bírtad. A 20-ig egészen helytáltál. Sajnálom. Illetve hát még én. Te jobban, azt gondolom. Az biztos, az biztos. Jó, köszönjük a játékot. Én is köszönöm szépen, boldog karácsony kívánok. Viszont megint szeretetteljes, boldog, békés, áldott, áldott Jézus, karácsony. Az angyalok száncsatogásától. Jó, jó. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Béke, boldogság. Pedig olyan kíváncsi lettem volna, hogy ki ő, mi ő, gyerekek, unokák, mit csinál. Nem kérdezted meg előre. Nem volt, azt hittem, a játékban felfedezzük egymás intim részeit, egymás titkait, egymás nem tudom miért. Hát gördülj ki, bémegy erre. Sokat laktam én arra. Igen? Kicsit előrébb, igen. Hol nem laktál az országban? De most őszintén, gyerekek, most már te erre a kérdésre válaszol, légy szíves, hogy nagyon régóta foglalkoztat, mert szinte bármilyen város szóba kell, te ott laktál. Egy te harmadik kerületi vagyok. Mi volt, nem fizettetek laukbért, vagy miért kellett költözni állandó? Költöztünk, mindenhonnan kiutáltak minket, engem is a családomat. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Egy jó hosszú Michael Jackson dal után. Hiányzol, Michael. Igen. Egyébként tényleg? Egyébként igen. Nekem nem. Nem szeretted? De nem hiányzik. De már hogy nem én. A zeneiparból. Úgy igen. Ja, úgy azt hittem, hogy személyesen, hogy hiányzik. Hogy... Hát... Nálunk is csak 3-szor volt ki Nőrincsen. Azt hittem, hogy mondom, mert úgy nem hiányzik egyébként. Nyilván, de persze. Kérdés, hogy mostanában lennének olyan slágerei, amik régen voltak, mert az egész valahogy így elment. Nem? Úgy nincsenek úgy nagy dalok. Van egy-kettő nagy dal, de nincsen olyan nagy dal, mint ami ez volt. Mondjuk. Én nem nagyon hiszek benne, hogy ebből az évből például bármi 10 év múlva is szólni fog a rádióban. Mi egy jó Avancsi? Hát, az mondjuk. Egy jó Avancsi szerintem. Az, egyébként, figyelj, ez most, ez megy. Egy jó Avancsi, az lehet, hogy 10 év múlva valószínűleg nem fog szólni. Igen. De Michael még akkor is. Ebbe biztos vagyok. Hát, fene se tudja. Hát, ha most szól, ez is mikor a Billie Jean 90? Na jó, hát most már Beatles dalokat se játszunk, nem? Tehát pedig 30 év, és hidd el, hogy már én meghalod, és így... Jó, de a Beatlesre is emlékszel. Persze, ja, ugye az igen, az más. Persze, emlékszel, csak nem 20 év múlva, 30 év múlva már beraksz egy Billie Jean-t, hát... De Avancsira nem biztos. Tessék? Avancsira nem. Avancsi nem meg. Hát egy Michael Jackson dalt hallottál, az összeset hallottál. Jaj, nem áll! Jó, ne, baj, csak ugratnak benneteket. Majd a Fred Astaire, ha énekel. Egy Ginger Rogers-en duett. Egy jó Fred Astaire. Van egy hallgatónk friss közlekedésére. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Na, Bubu, mondjál nekünk valamit, hogy merre vagy, mit láttál? Hát az Üllőin jöttem végig, és az Ecseri út sarkánál, az Üllői Ecseri sarkánál nem működnek a lámpák, de kezdődött egy kisebb fajta dugó, jó lenne, ott mindenki vigyázna, mert hamar össze lehet koccanni. Uh-huh. Ez hol van pontosan? Még egyszer az Ecseri és a... Üllői út, Ecseri út, sarok.
Ülői Ecseri út sarok, nagy dugó. Így van, villamos is jár arra, úgyhogy tényleg óvatosan. Szerintem mindenkit hazavárnak így karácsony előtt. Igen. Oké, Bubu, köszönjük, hogy elmondtad. Fontos nagyon volt. Kellemes karácsony nektek is, meg minden hallgató. Meghitt szeretetteljes víz. Áldott békés ünnepet. Így van. Ciao. Kellemes köszi. Karácsony. Sziasztok. Hello, 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 hello. Ha már áldott ünnepet, csak úgy elhussantunk a fekete-fehér igen nem mellett, hogy gyakorlatilag az év utolsó egész hetét 3-1-re egyelőre hoztuk. Ja, már 3-1 van? Igen. Igen. És nem is örültök, hát nem de, is ünnepeltek, nem is mondtok semmit, hogy köszi Bali, de mi az már csak 3-2 lehet? 3-1-3-2 lehet, tehát mi nyertük meg a... De bocsánat, tehát hogy ez egy büntető hadjárat, vagy nem az? Érted? Azért ez nem egy kis nyomorult kis izé kalandozás. De ez nem, egy... én azt ígértem, hogy nyerjük a hetet. Azt mondtad, hogy leigázod Európát. Hát, az majd később másban. Hogy újra felemeled nemzetünk zászlaját, és mindenhova kitűzed, ahova lehet. Amit ígértem, azt megtartottam. Birodalmat ígértél, nem egy nyomorult provinciát. Igen, nem csak egy kis sóval behintett területet. Amit ígértem a hét elején, megtartottam. Mondtam, hogy jövök, érkezem, és 3-1-re, vagy megnyerjük a hetet. Úgyhogy holnap már a kapargálhattok valamit. De ne pihenj a babérjaidon, pantokrátor. Pantokrátor. Na, nagyon jó tippek jönnek, hogy Feri mit varratott, mert hogy korra reggel elmesélt nekünk egy történetet, majd a Best of-ban megmutatjuk bármint a nap legjobb pillanatai között, hogy volt egy nagyon helyes kis momentum a tegnap a Ferinek, elvitte Béka valahova, és kiderült, hogy egy közös nagy... Egy nagy légyotra, ahol mindenféle tintával, meg fertőzöttűvel, meg nem tudom mi. Ne mondjál ilyeneket, mert az a baj, hogy szegényeket ezzel... Kiket? Hát van a az Magyarországon, Budapesten van 6000 tett. Na mind a 6000-et most oda csaptál neki. Nem, most úgy értette, hogy tetűd volt fertőzött. Hogy a te van tetűm. Hogy a tetoválások iránti lángoló szerelemmel fertőznek meg azok a tűk. Szépen jöttél. És ugye azt mondtuk, hogy majd megmutatja nekünk Feri. Így van. Ha más nem, egy bárdal lecsapjuk a bal karját, és hazaviszük, és otthon kibontjuk az ingéből, de nem akarja elmondani, hogy mit tetováltatott, viszont próbáljuk meg kitalálni. És nagyon-nagyon helyes SMS-ek jönnek, hogy tényleg mit tetováltatott Feri a kezére, a karjára, mert hogy nem tudjuk, ugye Béka meglepetése volt. Nekem egyelőre jelen pillanatban az autómentő telefonszáma. A telihátas disznósajt sem rossz. Az jó. Telihátas disznósajt nagyon jó, de az autómentő telefonszáma az egyelőre nagyon rá szükségem. Jó, soha. Illetve hát Norminak is nyilván lenne még tipje, hogy mit varratott a fejét. Nem hiszem, Normi, mit tetessek föl legközelebb? Vágli. Hát mi másik parácsai Vágli. De biztos, hogy benne, Norbi? Vágli. Semmi más? Vágli. Ennyi? Nem tudom, valami más? Adós, de... Vágli. Hát ennyi, nem. Nagyon elszánt. Többet is. Diós. Nagyon akarja. Vágli. Igen. Vágli. Na jó van, úgyhogy lehet még tippelni, de elmondod, megmutatod, nem kell tényleg csonkolnunk téged, és elvinni a karodat máshova, ahol nem te vagy. Legyen elég a sztori, a felirat az enyém. Jó, hogyha olyan helyen van, akkor majd nem kell feltétlenül megmutatni, tehát hogyha a nagyságos vitézlő fejes répára akadtatok valamit, akkor ne. Arra nem is vállalnak szerintem. Lehet? Hát te jársz tetováló szalomba. Hatalmas melünőkhöz. Azt nem kérdeztem. Azt tudom, hogy szemhéjra nem vállalják. Hát azért elképzelem, azt hittem, hogy bedobod az ötletet, és akkor hogy hívják így. Hát jó, de hát azért... Ne folytasd! És gondolt, hogy... Ne folytasd! Feri, gyere még, felületet. Bört. Még több bört. Majd később dobok segítséget, jó? Adok segítséget, és akkor hát, ha úgy könnyebb lesz. Bármint a tetoválás feliratról. Aha. Na, ez jó, engem ez érdekelt. Komolyan mondom, ez egy nagyon romantikus dolog. Szerettem, amikor a pároknak így van valami, ami így összeköti őket. Tehát például nekünk Ha már papír nincs. Tehát nekünk az eljegyzési gyűrűnkbe, vagy hát mi ez barátság gyűrű, vagy az hogy hívják ezt? Ez nem, már ez maga a házassági gyűrű. Tízes alátét, ahogy látom. Micsoda. Tudod, milyen tisztaságú fehér arany? Afrikai fehér arany. Ebbe például egy örökkéjjel van beletetoválva. Aha, az a gyerekmunkásokkal bányászlatták. Egy gyerekek bányásztak, egy végtelen jel van beletetoválva végig a gyűrűben. Ijesztő. És ez a... De belül? Belül.
És ez köt minket össze a Vikivel. Nézd meg. Tehát ez belül megcsináltatok a tetoválást, tehát ez nekünk a kis titkos jelünk. Belül van egy végtelen jel, ami megy körbe a gyűrű. Úristen, leúsztad az ujjadról, odottad másnak, csak a szúszodja vissza a kezemre, megvágtad különben. Vége van, prontás. Hogy én ezt bírom, amikor így párokat így valami egy titkos jelkép, egy tetoválás, egy gyűrű hátoldalára belevésett üzenet, amikor így összeköt. Szerintem de ebben van romantika. De van egy másik gyűrű, és a másik kezed, abban mi van? Egy csuri barokott új? Abban az vagy 103. Csuri 103. Nem, ezeket is kaptam valahonnan, vagy ezek is vannak valahonnan, de nem tudom. De a házassági gyűrűmben van egy ilyen végtelen jel. Most nézd meg, te a romantika nagykövete. Ha kapni fogsz, figyelj. Nézd meg. Anélkül tudom, hogy bizsú, meg nem igen, tudom. Igen, jó, oké. De ezt kérted, vagy pedig úgy volt, hogy az ötös berakta a gépbe, és az anyát nem tudom leállítani, megy fut körbe, arról tényleg majd azt mondom, hogy végtelen. Izzadt az öreg ötös ember, nagyon izzadt, mert hogy amikor meghallott, hogy belülre akarunk végtelen jellet tetováltatni, akkor azért mondtuk, de mondtam neki, hogy öreg, ne hagyd cserben. Jó, akkor majd a kívülre rakom, és akkor Fekete Laci befordítja. De ezek szerintem ilyen, igen, Fekete Laci makkal átfordította. De hogy ezek ilyen, szerintem ilyen nagyon szép dolgok. Nagyon szép dolgok. Amik kicsi apró jelek, amiket nem kell mindenkinek tudni, most nyilván én ezt elmondtam, nem titok. De hogy amit csak te tudsz, meg a párod tud, és ez titeket így összeköt. Ezt én nagyon szeretem. Ebben van romantika. Mit leraktok valahol egy lakatot, fölírtok valamit egy dobogókői fára, és bevésitek ketten a neveteket, belekarcoljátok, mit tudom én, a Kolosseum szélébe, azt aminek mondjuk a római polgármester is nyilván nagyon örül. Hello, ez nagyon jó. Tehát, hogy mit tudom, hogy átmentek valamilyen jelképes hídon, és akkor ott egy kőbe beírjátok a neveteket. Tudod, gyorsan. Igen. Hazaviszem, felpolírozom, jó? Mert már láttam, egy kicsit karcos. Hát tudom, hogy polírozásban te nagyon jó vagy, úgyhogy... Várjál, neki nyugodtan. Alakul. De hova viszed políroztatni? Van valami ötvös ismerősöd, vagy nem? Hát én megcsinálom otthon. Mit? Aranyat akarsz polírozni? De habkővel. Mivel ilyen ultradermel berakod, és átmosod a ultradermel? Vagy mit csinálsz? Tetszik egyébként a stílusa. Nem, van otthon márványporos. Nagyon egyszerű. Egyébként nem is drága. Tehát ugye nagyon, nagyon kis gyűrű volt. Na, de hogy nektek van valami ilyen, mit tudom én, ilyen romba vésett valami? Vagy így, most nem akarok nagyon romantikázni. Csak így kérdezem, ezek olyan jó dolgok, nem? Aha. Van. Na. Mit tudom én, belevésettétek a neveteket a egy Rákóczi túrosba, de aztán együtt megettétek. Nálunk vannak ilyen emblematikus ilyen kis üzenetek, meg tárgyak, amiket ugye régóta... Most nehogy összeromboldd a képet magáról. Magával az ember. Na, megnézem. Jani elővette a pénztárcáját. Na, ilyen szerintem mindenkinek jól ilyen... van. De ez tök cuki, egy kis cetli. Na. Lehet, hogy behánysz tőled. Nem, én ezeket nagyon bírom. Ez nagyon-nagyon régóta van nálam már. 94-es bevásárló lista. Nem, erre a kis etikettetlire az van ráírva, hogy csak neked vagyok, Mici Csiki. De cuki. Ez nagyon, na látod, erre gondoltam, ez nagyon cuki. Cirka 20 éve így hordom. Nem mondom. De. Ez első üzenete volt? Vagy igen, az egyik ilyen. De cuki. Most olyan cukik vagyunk. És ezt beraktad, leírta neked, ezt beraktad, aha, és azóta hozod, viszed. Igen. Hát figyelj, ez tök helyes. De komolyan. Azt hittem, hogy valami más lesz, de ez nagyon cuki. Ez sokkal cuki, mint amire de csak azért tettem el a másik oldalán egy Sony szerviznek a számot. Nem, a másik oldalán mindig valami kupon, amit majd egyszer be tudsz adni valahova. De, vagyis nem. Úgyhogy ezt hordom magam. Sova ragasztotta, hol találtad? Figyelj, ez úgy volt, hogy már nem is tudom egyébként, hogy egészen pontosan hogy történt a dolog, ráírta egy papírra, odaadta, és akkor így azóta ez így itt van nálam, és itt benn van a kislányom, meg az édesapám fotója mellett a pénztárcámban, és akkor így hordom magammal. Mici Csiki. Aha, de jó. Én azt hittem, hogy ti valami várba irattátok bele, vagy karcoltátok bele, vagy most nem úgy értem, hanem ott voltatok, mit tudom én, a Gyulai vár majánál, félrevonultatok, csak mind ott valamit. Móni, Jani. Mit csinálnak? Állj, meg te büdes kiskapmát, hello! Ismerlek, tudom ki vagy? Nem, mint a ti rajtok azt gondoltak volna, hogy... Láttam a tévében Ákóczi! Igen. Könnyen összekeverhető figurák. Igen, ti valahol, mit tudom én, Rómában, vagy Szicíliában, vagy amerre jár, Szardinián, vagy valahol ti jártatok, nekünk meg, mit tudom én, van valami. Tehát, hogy mindenki a stílusának mérmérségvetőnek megfelelő. Ilyen még a belülre. Nézd már meg, mit csináljunk vele, ha belevégzem a nevedet. Az első randi. Nem jön, van még pirító. És azóta is egy nyakamban van Nobel és csontot. Nem, még a belefont a konyba hajába. Igen, ezek jó dolgok. Aranyosak ezek.
Na, írjanak a hallgatók, hogy nekik mi van, de csak egy kíváncsiságból igazából, hogy kicsit romantikázunk. Na. Az olyan, olyan jó dolog, hogy ki hogyan kötötte össze. Például ilyen SMS-ekre gondolok, hogy én összekötöttem magam a párommal egy jó lakáshitel. Az egy nagyon szép vagyunk kötelék. Mindig páran. Tessék? Az egy szép kötelék. Az egy soha el nem múló. Sajnos az a baj, elég hosszú idő. Tartja, nem is végtelen. Há, igen. A végtelenbe és tovább, ahogy Buzz Lightyear szokta mondani. Igen, a gyűrűt gravírozák és nem tetoválják. Tetoválást mondtam? Nem, mindegy. Hát ilyen romantikus pillanatban most Nem. Ezt tetoválta. Ezt tetoválta. Nem sokan tudják megcsinálni, de ez az idős ötvös bácsi, ez össze tudta hozni. Azt nézem, hogy azt mondja, hogy egy helyen valahol megszakadt, mert nem jött ki a végtelen. Új. De nem nincs megszakadva, csak itt valaki a frászt hozza rá, mintha ő lett volna. Aha. Igen, nem nehéz kiszámolni, ugye? Hogy? Hát, hogy a belső kerületen pont kijöjjön a dolog. Érted? Hogy visszamenjen magába. Igen. Valaki azt írja, hogy az ánusz köré a karikagyűrűt kell felvaratni, az nagyon romantikus. Na, az. Ugye, ha mi hallgatunk, milyen romantikusak, tehát mennyire lehet velük ilyen nagyon romantikus dolgokról beszélni. Most itt ül három férfi, és mindenkinek van valamilyen közös kis jele az ő párjával, vagy feleségével. Erre mik jönnek? Lakáshitelek, meg ánuszgyűrűk. Nem? Tehát, hogy... a mi hallgatóink már csak ilyenek. Hol van az a híd, ahol ilyen lakatot lehet tenni? Most már elég sok helyen. Ugye Pécset van, igen, de azt lebontották talán, vagy elbontottak, nem? Nem, nem. Tettek új kaput, vagy új rácsozatot. És megerősítették, már szakadt ki a falból. Igen, de Pécset kezdődött, de aztán egy csomó helyen csinálják még, és most már máshol is lehet föltenni. Na, de ez a bárhova föltetett szerintem. Igen. És ott is vésetik a lakatot általában, tehát ott mondjuk vala fiú vesz egy lakatot, beleírja a lány meg az ő nevét, és akkor fölteszi. Igen, de a legviccesebb, hogy a szomszédnak például a bejárat, hogy ajtajára szerelsz, vagy a szerszámos kamrára, nem tud kiállni az autóval ilyesmi. Én egyszer a budai, budakeszi vadasparknak a kilátójának a fa részébe is belevésettem a nevem egy lány nevével, még ezen évvel ezelőtt. A budakeszi vadasparknak a fa kilátójába. Aha. De utálom az ilyet. Tönkreteszik, mi faszkálom. Nagyon sok név volt itt. És vigyáztunk abszolút a kilátóra, mert egy nagyon pici helyre. De hogy belevésedted? Ő állt a válladon. Jaj. Végeztem veled, de rohadt nehéz vagy. Mondtam, hogy ne zabálj annyit. De legalább szoktyába jöttél. Jó, benézek a sugádon. Ő szar, de még meddig, mennyire bognyosak a fák. Mennyire bognyosak a fák. Igen, aztán jött a vadőr és elkergetett minket, igen. Futottunk, nem, ott van, már nem tudom, hogy kivel, meg hogy, meg miért, csak tudom, hogy állunk a budakeszi vadaspark kilátójába, és ütjük be a nevünket. Valamikor visszamegyek, majd megnézem, hogy ott van. Emlékszem még a lány nevére? Nem tudom, meg Vikit ismerve, szerintem már kilátót is felgyújtotta. Igen, az ott, ott már egy... Nem csak, hogy a kilátó jelzik. Ismerve a feleségem, ő nem olyan, aki ott ezt... Ott egy bombakráter van. Ott egy tölcsér van tulajdonképpen, egy Mariannárok, ahova le lehet menni. Kiabálni Kínába. Ja, ahova le lehet menni, le lehet mászni, oda barlangtúrákat szerveznek most már a budakeszi vadaspark szervezői, vagy karbantartói, mert ott már nincs kilátó. Így tehát van. Ezt elmeséltem neki, ő aztán eltűnt egy órára, és visszajött egy elég önelégült mosolyon az arcán. Igen. Megtette de a dolgot. De aki lemászik, már se tud följönni, mert lent van egy tartály szaringázza. Minden szemtanút, mindenkit, aki tudott erről, azt eltünteti. Na, például ez a közös nyaklánc, ez is egy ilyen helyes dolog, nem? Meg olcsóbb. És le lehet venni. Ja, úgy közös, hogy a fele igen. Itt lóg, a fele ott lóg, ja. Vagy mit tudom, van egy kép, vagy egy formát hordó. Én ezeket nagyon bírom, tényleg. Ezt nem, egyáltalán nem elcsépelt. Ez jó dolog, hogy valamit megfogsz, ránézel, ott van nálad, mint neked a tetkó most, vagy neked a papír, vagy mit tudom, nekem a gyűrű, és ez valahogy ott van veled egy kicsit mindig. Ez jó, én ezt bírom. Láttam olyat, hogy két puzzle darab volt benne, és akkor egyik a lányom, másik a fiún, és össze tudtad tenni, akkor kiadott valami kis, mit tudom én, jelet. Jó. Ja. Az jó. Az aranyos. Az aranyos. Hogy össze kellett, de a kezeden igen. Volt, mint gyűrű? Nem, hanem karkötő, és akkor lógott róla egy. Ja, egy fél pázol, meg a másikon is, és akkor ha összeraktad, akkor kiadta, amit akartál, azt lehetett rávésetni. Azt érde nekünk egy hallgató, hogy nekünk kis versünk van. Csak kérdés, hogy hol vagy, milyen formában. Én a tiéd, te az enyém együtt mindörökké. Írja Vanded, hogy ez tetováltatva, vagy ez egy cetlire leírva, vagy ez hogy? Mi a kerékbilincsbe véstük a nevünket, írja. Egy az is jó. Van azért itt romantika, igen. Tettem lakatot Pécset, a kulcsot a Balatonba dobtuk.
Most fogadtam buvárokat, vagy leflexelem. Kár a lakatért, írja valaki. Igen, tényleg, utána azt le tudod bontani, ha szakítotok, vagy az ott marad örökre? Nem, mert ott kulcsot eldobod, és akkor ez egy ilyen szimbolikus jelkép, igen. Az is romantikus még szerintem nagyon, hogyha mondjuk közös kasszán vagytok, hogy a PIN kód egyik fele nálad, a másik nem nálad. Csak együtt nem? Tudtok kivenni, mi? Én se akartam elvenni az asszonyt, a CIP-ban kényszerített rá. írja valaki, igen. Jaj, de szép, ez olyan romantikus, nem? Szép, egyébként tényleg, jó, jó. Két gyerek után több a szocpon. Na, akkor gyere. Igen. Olyan édesek vagytok, lassan kirohad a fogam tőletek, így egy hallgató. Köszönjük szépen. Na, jó van. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni. Jó, majd a hírek után játszunk természetesen. Ajándékcsomagért dalfelismerős játékunkra jöhetnek az SMS-ek. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Keresztúri úton a Kerepesi út felé haladó sávban egy busz és egy személyautó ütközik, folyik a helyszínelés. Ezt Axel küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint volt még egy, de hús, ezzel. Nem, itt van Szilágyi Erzsébet Fasorban, a fogaskerekűnél koccanás, alakul a dugó mindkét irányba. Ezt Bambi küldte nekünk, köszönjük szépen. És ugye továbbra is megy a tetoválás, megy a találgatás, hogy mit tetováltatott fel. Nem megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. Mama marad. Igen. Szóval, hogy mit tetováltatott Feri a karjára? Ezt segítek, próbáljuk kitalálni. Segítek, jó? Okay. Nem, még korán még van, még ne segíts. Nem, segítek. A bal karomra. Igen. Szóval van egy hallgató, aki azt írta, én Feriék mellett ültem a szalomban. Ó, tetováló testvére. Én Feriék mellett ültem a szalomban. Érdemes lenne esetleg megszólaltatni, hogy mit tetováltatott Feri. Jó, ne áruld el. Hívj vissza Anna gyorsan, jó? Mi testvérek vagyunk a tetoválásban. Te és én. Te és én. Ne áruld el. De már itt is van. Sikerült? Itt van Gábor. Hello, Gábor, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Gábor. Nem lehetsz áruló. Gábor, ott voltál tegnap a Feriék mellett, tényleg? Igen. Ne csináld. Ne áruld el, hogy sírtam, kérlek. Mi volt az arcád? Be volt tojva, vagy mit láttál? Nem. Meglepődött először. Aha. Annyit árulj el csak, hogy a modell, ami alapján készítették a tetoválást, az hidegkonyhai készítmény volt? Vagy füstölt áru. Igen, vagy egy jó disznósajtot láttál ott. Kurda és Kolbász. Te ott ültél mellette, közben neked is tetováltak? Igen, nekem is csinálták közben. És Feri nagyon sírt. Kérdeztem én is. Na, de milyen volt? Beszélj egy kicsit, Gábor, beszélj te is, hogy bejöttél, te már ott ültél, odaült mellé. Igen, én már bent voltam, és akkor, amit kiválasztottak, vagyis a véka kiválasztott neki, azt nem tudom, hogy történt, de az lett neki megcsinálva. Mekkora lapon hozta be? Oda nyomtatták ki. Körbenéztél, nem láttál esetleg egy malacfejet, egy narancsal a szájában, vagy amire mindig kinézett a mester, hogy onnan kopincsa, nem volt semmi? Semmilyen nem sokáig, volt. Sokáig küldött Feri a tatárbífsztekért? Sok hagymával csinálja művészmő. De átnéztél, láttál valamit, hogy mi készül, nem kíváncsiskodtál? Annyira nem, mert csinálták a hátamat is, csak hogy fel lett neki ragasztva, akkor láttam és a végeredményt. Ja, ragasztós tett pont. De mi ez a Donald Drágos, benyálazós? Jó, színe, formája, abból láttál valamit esetleg? Piros és fekete. Azt már piros kék, azt mondom, vasas. Hajrá, vasas. Kis pest! Nem, azt mondom, hogy ha piros kék lett volna, akkor vasas, de így piros fekete, így nem tudom rámondani. Én a vasasba birkoztam, azért tudom, hogy piros kék vasas. Jó. Lebuktam tényleg, kis pest. Még mindig csak nem... a kis pest! Hajrá, kis pest. Még mindig nem tudjuk, hogy mit tetováltatott Feri, ugye? Közös összetartozása képe jeléül, ugye, Békával. És Béka is beült egy székbe? Hát ő ott ült mellette, és utána ő is beült a székbe. Tehát Békát is levarták. És egy nő varta le a kataképbe. Tehát a Ferit is levarták, de a Békát is levarták utána. Nagy szép ajándék, én is ezt kérem. Közösen levarratok mindenkit. Nézhessem. Jó, meddig csinálták? Ott voltál a végéig? Igen, én egy kicsit tovább ültem bent. Az enyém hosszadalmasabb volt. A kettőjüknek 2 óra hossza volt. Kettőjüknek 2 óra, piros, fekete... És mind a kettőjük kezére feltetováltatták. Nem, én nem vagyok még közelebb, de már alakul. Egy szalag van nekik, de ami rá van írva, azt nem figyeltem meg. Aha, tehát valami felirat, jó. Ja, szalag. Mert én már elkezdtem gyanakodni egyébként, hogyha Béka is ott volt, akkor lehet, hogy ő volt a modell. És
békát. És őt. Meg szegény apámnak, édesanyámnak az arca volt rátetoválva a kezére, és én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy miért került fel a karriára fürtőske a Kojakből. És aztán később elárulta nekem, hogy az anyu. Nem sikerült. Hát nem sikerült, de börtön tett kóba. Írja Roland, hogy lehet, hogy a lakcímet tetováltatták fel, hogy hazatalálják. Vagy csak a taxisnak, ha már nem bírok beszélni. RH pozitív. Ha vért kell adnod, vagy kapnod kell, mert már annyira kész vagy. Jó, oké, sokat segítettél, haladunk, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Gábor, köszi. Neked mi lett a hátadon egyébként? Vagy nekem egy arkangyal. Egy jó arkangyal. De nagyon, az fú, nagyon nincs kemény. Nincs is annál szebb. Annak is indult? Igen, hát. Igen. Vagy ez már a végső bencsvár volt, igen. Ja, Istenem, oké. Jó van, Gábor, köszi, te vagy a mi első fontos szemtanunk. Kösz, Gábor. Tetkó testvérem, köszönöm, hogy nem árultál el ezeknek. Köszi, Gábor. Szevasz, Gábor. Nincs, sziasztok. Hello, hello. Ezt azért biztos, hogy valakivel már előfordult ezt, hogy bement, kért valamit, és akkor közben formálódott. Biztos. Érted? Igen. Nem az lett. Ez a rétisas, rétisas. Hát jó, akkor legyen. Sárkány mondjuk, akkor legyen egy Pegasus. Nem, akkor arkangyal. Jó, akkor gecko. Akkor most már mindegy. Akkor most már valami legyen. Takarjátok le valami. Na mindegy, jó. Jó. Azt mondja, hogy ördöglány és fiú írja valaki, te meg én, ezt tetováltatták. Igen, ezt én is mondtam reggel, hogy valamilyen örökké, vagy valami ilyesmi, de egyelőre nem vagyunk ki, hogy nyomom. Diós Bájgli, ugye, hát igen, hát ezt Norbi is mindig meg tudja erősíteni, ugye? Norbi így van, hogy Feri ezt továbbadta. Bájgli. Hát mi más, hát egyébként náluk. Bájgli. Ez a közös családi ajándék. Elmentek, és aztán mindannyian felvaradtak egy jó nagy Bájgli. De te meg se kérdeztük, hogy Norbi mit vesz Rékának karácsonyra. Bájgli. Ja, jó van. És Réka, neked Norbi tudod már esetleg? Megtaláltad a szekrénybe? Igen? Mit? És mit találtál? Bájgli. Hihetetlen ez a Schobert család. Na jó. Oké. Okay. Óven bácsizunk és Beru nénizünk, jó? Már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Attila vagyok. Hello, szia. Attila. Hello. Hello, mi újság? Honnan hívsz minket? Dunakesziről éppen most telefonálok, munkahelyről, egyébként pedig Gödi vagyok. És mit dolgozol? Vevőszolgálatos vagyok, egy vizes cégnél. Vizes? Vizes, aha, ballonos vizes cégnél. Jó, ballonos cég. Ti is csapvízzel töltitek újra? Jó kérdés. Volt egy ilyen cég állítólag. Volt, igen. Igen. Nem, nem. Jó van, nem. Jó van. Oké, mutatjuk, mit csinál Lóben bácsi Berunén. Jó, figyelj. Oké, figyelj. Jaj, békára vadásznak? Mi van? Miért vadásznának? Békát sütnek. Édesen kuruttyolnak. Kuruttyolnak együtt, igen. Elmentek a Tatooine-i mocsárhoz, nem? Igen. Ugye Olderán, ezt mindig keverem. Tatooine. Ők a Tatooine-on vagy. Tatooine. Luke akart elmenni az Olderára. Luke akart? Ki ez a Luke akart? Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Okay. Ó, hát Jézusom, ez nagyon ajándék. Ével a boldogan. Nem már! Ez mi? A Csicsi babának volt a zenéje. Ja, azt nem emlékszem. Nem ismertem ezt a számot. Ez az első dal, amit nem ismered a játékban. Nem ismered ezt a számot? Hát a rádiók rommá játszották annak idején. Élek a gyanú felre, hogy az én fogantatásomnak is sok köze volt ez a dalhoz, úgyhogy... Hogy? Ezért most így ment. Ez most nem hát, ér. Apukám énekel? Hát nem apukám, nem énekel, de hát azért ez nem egy mai film, és a szüleim még ekkor voltak fiatalok, úgyhogy... Ne viccelj, mert hát ez, én is emlékszem erre a filmre, hát ez nem egy annyi, ez nem egy lentom, szállak a hukfészkére, vagy egy űrodusszea. Ja, hát de én sem vagyok túl idős, tehát, hogy... Hány éves vagy? 24. Ja, hát akkor te is rekkezel, persze. Igen, abszolút meg jégvarázs. Igen. Jól van, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, meg nem mondanám, hogy ki volt ennek a dalnak az előadója, csak az évele boldogan Csini baba. Závodi Gábor. Ja, Závodi, igen. Aki ugye egy nagyon jó zongorista, ő játszik például a Demién mellett, igen, a igen, mellett, sok dalt is szerzett, így van. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, sziasztok! Hello, hello! Hát, és ugye ott van a megzenekar.
Ja, igen. Igen. Abban volt a legjobb. Valaki írt, hogy piros-fekete hurka kolbász. Esetleg ez a tetoválás még piros. Ez jó. A piros-kék barátok köz. Tehát így jönnek a tippek, azért mindenki azon dolgozik, hogy igen. Ferített kólya, máj és tüdő. Igen, egy jó szalontüdő. Egy tál közölgő szalontüdő. Vagy átültetésre várom. Szalvét a gombócát. Igen, nem, máj és tüdő donornak nem vagyok jó, daráljatok bele a kolbászba. BKJ pedig az álmem. Na jó, megnézzük 10 órakor, hogy mi a tetoválás, de akkor már tudjuk, hogy valami kék, fekete és feliratos. Nem. Piros, fekete, piros, fekete, így van. Szalag. Szalag és valami felirat. Szóval Feri, mi ez? Valami non-figuratő? Dehogy is, fuszili. Igen, jó fuszili. Na, csütörtök van, ez ugye egyet jelent, hogy érkezik hozzánk a mi gurunk, az élelmiszeripari mérnökünk, Tóth Gábor, és természetesen én. Nagyon szép. Érkezem én is. És mi menjünk? Vagy? Csak átöltözöl, felveszed a fehér köpenyedet. Én felveszem a fehér köpenyedet, jön a rovat. A kedvenc rovatom. Ösztűz az elsekre. Ösztűz az elsekre, az elmentes övezet, amiben a cukrot, az édesítőszereket, és mindenféle olyan dolgot, ami az édességgel kapcsolatos, ezt fogjuk kibeszélni. Ha bárkinek kérdése van, már jöhet SMS egyébként, mert hogy ugye a cukorról és az édesítőszerekről beszélgetünk. Jó, nem jó, aszpartám, mi a jó, ha már édesítőszer, mennyi, káros, nem káros, mit mondanak? Ugye nagyon sokan isszák most a lightot, az édesítőszeret, szeres teát, üdítőt, azt tesznek a kávéjukba inkább, mint egy kockacukrot. Jó, nem jó, ha már azzal, melyikkel. Erről beszélgetünk. És mert egyáltalán nem mindegy, főleg így ünnepek tájékkal, hogy mivel készül a bajgli. Így van, így van. 6 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a rovattal a hírek után. 8 óra múlt pontosan, 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, csütörtök van, 3 nap is itt a karácsony, mármint ugye 3 munkanap pontosabban ma. Uh-huh. Szombat? Akkor 4. Uh-huh. Vagy hát a mamát ne számoljuk? Hát 8-kor még számoljuk. Mamát. Hogy jön ide a mama? Anyám. Mamát miért számolnánk? Már rá gondolok. Igen. Vannak közlekedési híreink, egészen frissek. Épp Szabin vagyok. Ja, ez nem az. Hát számára ez a legfrissebb. Ez a legfrissebb, igen. Van egy baleset a Nagykörösi út elején, még nincs dugó, de hamarosan lesz. Ez ebben a pillanatban jött. Valamint a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Fogaskerekűnél koccanás van, ott is alakul a dugó mindkét irányba. Bambi üzente nekünk. Jó reggelt, 62-es főút, Seregélyes és Börgönd között lerobbant kamion, Székesfehérvár irányában, ez Csaba küldte, valamint a Népligetnél a villamos sineken landolt egy autó, némi fennakadásra ad okot ez is. Aztán, Feri, ha unod már a jól fésült szép fiú folytonos élcelődését, verj oda a rovatának, kérdezd meg tőle, mit akar az E573? Mit akar az E573? Zoli megírta, segítek neked a 4-es főút. Jó. De jó. Köz Zoli, igen. Na, belevágunk akkor. Jó, csütörtök van. Ez úrja azt jelenti, hogy felvesszük a kesztyűt, harcolunk, kimondjuk azt, amit sokan nem mondanak ki, leszámolunk a hazugságokkal, és teret adunk a jónak. Szépen mondtam? Gyönyörűen. Ma te leszel egy kicsit, hát hogy is mondjam, fellengére állítva, Jani, nem fogsz kiörülni. Semmit. Szembesítünk azzal, hogy hány kiló cukrot eszel meg egyébben, meg fogsz ijedni. Számolgattunk egy picit, dermesztő az adat, ami kijött rád. Jó? Felkészültél? Igen. Már. Hozzátok a sütimet. Retegek, így van. Na már is belevágunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó antibiotikummal szennyező lejátszavatosságú ételeket cikkéztek el. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Hello, várj egy kicsit itt beállítalak még. Hogy vagy, hogy ébredtél? Már vártad, hogy jöhetsz hozzánk? Igen, mondhatom, hogy vártam, mert ilyenkor mindig olyan izgalmas dolgokat mondunk, és úgy látom, hogy ti is, miközben a műsor zajlik, nagyon komolyan oda szánjátok magatokat a témának. Így van. Hát igen. Ró és kontra igyekszünk érveket, ellenérveket felsorakoztatni, mert hogy ugye azért
Ferülőt is rólam is elmondott, és természetesen Balázsról is, hogy az életünk egy fontos szegmense. A kulináris élvezetek hajhászása, bár Balázs ezt rendszeresen tagadja, viszont nála nagyobb paknyi élelmiszercsomagokat senkit nem lát egy üzemi étkezdében. Csütörtökre én igen, sokat beszélgetek vele a hét folyamán, és nagyon komoly készülésen megyünk keresztül. De van úgy, hogy a boltból felhív. Gábor, itt állok az élelmiszerborba, az arány, hogy E1463, mi az? Megvegyem, nem vegyem? Applikációmmal rá. Konkrétan ott az applikáció a telefonomon. Nézem, el nem tudom. Nagyon komolyan veszi. Nézem. Lehet, hogy ez most viccnek tartja, de nagyon komolyan veszi ezt a gyereket, azt gondolom. Ott van. Elszámok, ez az applikáció aha neve. Még Amerikában be van tiltva, itt be van tiltva, rengeteg helyen írják, hogy milyen... Nem TGA? Hát nekem azt mondta, hogy TGA, Tóth Gábor applikáció. Jaj, ne viccelj. Gyerekek, egy kicsit segítek fényt vinni a sötétségbe, hát ez most ne ostorozatok ezért. Na, sokat vajutunk a héten, egyébként többek között arról is beszélgetünk, hogy melyiket vegyük most előre. Ugye virslik felvágottak, ugye annak is aktualitása van, nagyon, vagy a cukor, de arról beszélgettünk, hogy aztán jobb lenne most szerintem, mint a karácsony, mindenki édességet, édesítőszer, stb. És a virsli felvágott, ugyan szezonja van szilveszterkor, de még majd januárban is lehet arról beszélni, igen, hogy a cukor mellett döntöttünk, és az édesítőszerek mellett. Az akkori téma fedő neve majd januárban az, hogy mivel mérgeztétek magatokat szilveszterkor. Horrontottátok el szilveszterkor. Na, cukorfogyasztás. Ugye erről akarunk beszélni, meg az édesítőszerek. Nem tudom, hogy erre tudsz-e válaszolni, ezt nem beszéltük meg, hogy állunk, mint mondjuk ilyen európai átlagban, szerinted a magyar ember édes szájú, ugye? Tehát igen. Nagyon igen, eszük a cukrot. 40 kg per fő per év. Egy picit magasabb előfordul például Janinnál. Úgy számoltuk, hogy ennél magasabb. Nem ismerem most a számot bemondani. Azt még nem, majd ki, azt eljutunk oda, hogy kiszámoltuk az éves fejadagodat cukorra. Azért 40 kg-os cukorzsákot, ha magunk elé képzelünk, elég dermesztő. Ez fejenként évente. Tehát fejenként évente 40 kg cukrot fogyaszt el az ember. És nem is tudatosan egészen biztos, ugye? Tehát, hogy nem is biztos, hogy masszív cukorbevívő vagy, mint mondjuk a Jani. Jó, az a vécipapírhegybe is belefulladnál, érted? Tehát, hogy önmagába a mennyiség persze ijesztő lehet egy évben. De így lebontva, nyilván apró kis adagokban azért már nem annyira ijesztő. Van különbség? Hát egybe kell nézni, nem? Hogy mennyivel terheljük meg a szervezetet. Hát pont az a csalóka, hogy a mindennapos cukorfogyasztás okoz problémát. Ugye volt külföldön ilyen kezdeményezés, hogy cukornap a héten, a hét egy vagy két napján, főleg a gyerekek számára a cukornap, egész jól bejött, de valahogy nem terjedt el a világon. Valahogy cukormentes nap, nem? Nem, nem. A cukormentes a többi nap. Ezt most úgy értem, inkább úgy mondom, hogy édességnap. Most nem úgy kell érteni, hogy soha többet, akkor mondjuk csak szerdán eszem cukrosat, máskor nem. De alapvetően a csoki, a cukor, az mondjuk szerdán van, és a többi, a hét többi napján nem nagyon. Magyarországon, mintha fordítva lenne, vagy szinte még úgy sem, tehát a mindennapos cukorfogyasztás okoz tetőtől talpig, ahogy megettem, ugye a szájüregben, a nyelőcső, a gyomorfal. Azért el tudjátok képzelni, ugye, hogy a cukorból ilyen ragacsos massza lesz, és akkor az mit csinál az egyébként érzékeny nyálkahártyák felületén. A cukor, tehát az hogy vagy, mondjuk megeszik az ember egy jó túros tűzet, mondjuk sok porcukorra, utána... Hát nem lehet, a túros tűzet nem teszel porcukorra. Szalonnával és porcukorra. Jó, akkor jaj, nekünk megeszik férúdiós bejglit, amiben mondjuk van cukor. Az megérkezik a szervezetünkbe, csak hogy láttassuk, hogy ott mi történik. Milyen massza lesz ebben? Hát a helyzet elég drámai, mert a fehérlisztből csirizes massza lesz, a cukorból ilyen cukros massza, és az egész egy ilyen furcsa képződmény, ami a gyomorfalra rátapadva, hát ugye elkezd haladni, hogyha lenne benne rost anyag, nincs benne, és ez a, hát főleg margarin is sokszor van az ilyen süteményekben, ez egy ilyen zsíros, keményítős, csirizes, cukros massza lesz, amivel a gyomor és a vékonybőr nem nagyon tud mit kezdeni, különböző nyálkákat termel, elkezd mozogni, de nem tud mozogni, mert ugye nincs inger hatás, nincsenek rostok, és szenved vele. Ez egy ilyen biofilmet, biomasszát képez a bélben, amiben megtelepednek különböző gombák, baktériumok, és ez sokszor nagyon komoly bélbetegségeket okozhat. Ez nem csak a cukor miatt, hanem az egész rendszer, amit most így elmondtam. Ugye, tehát azért is fontos ez, hogy erről beszéljünk, mert nyilván nem elég az, hogy én eszem cukrot, de mondjuk sokat mozgom. Vagy mozgok, ugye? Tehát, hogy ez nem elég, amit például Jani mond, és nem akarom tényleg őt bántani ezzel, de ugye a János nagyon sportos. De azért azt mindenkinek meg is meg kell érteni, hogy attól függetlenül, hogy nem hízik, vagy lemozogja, attól függetlenül azért van egyfajta kártékonysága, sőt, nagyon erősen roncsolja a szervezetet a bevitt cukor, még ha János mondjuk egy grammot nem is hízik, mert alkatilag szerencsés. Meg sokat sportol. Igen, igen, a sport az mindenképpen jó dolog, de mindaddig, amíg eljut a sejtekhez a cukor, nagy mennyiségű cukor, a keringési rendszeren keresztül az károsítja. Növeli a koleszterin szintet, ez akkor is, hogyha valaki sportol, csak ugye elégeti a felesleges cukrot, az epekőképződésre hajlamosít, vesekőképződésre hajlamosít,
elmosít, fejfájást okozhat, erjedést okozhat gyomorban, különböző fekélyekre hajlamosít, gombásodásra, és ez azt kell mondjam, hogy attól függetlenül, hogy valaki mondjuk sportol, attól függetlenül ez megvan. Ezek a folyamatok, ezek elindulnak. Igen, de én ezt még nem mondtam, hogy lelkiismereti okokból fogyasztok ennyi cukrot, mert én gondolok a gombákra és a baktériumokra is. Neveled őket. Tulajdonképpen milyen a gombák, baktériumok melegágya ez. Tehát ők mindig ebből veszik fel ugye a táplálékot, ha jól mondom, igen. És ebből aztán ugye elindul a szaporodás és az erjedésnek a végterméke ugye a gomba sokszor ne a baktérium. El, igen, bocsánat, hogy azért cukorral működik szinte minden élő szervezet. Kell is, nem azt mondjuk, hogy nem. És igen, mielőtt megkapjuk itt a sok-sok SMS-t vagy üzenetet, hogy hát a cukor az egy természetes anyag, mert cukorrépából származik. Igen, az emberi szervezet szőlőcukorral működik, de a probléma nem magával a cukorral van, hanem a kiegyensúlyozatlan bevitellel. Van jó cukor, meg rossz cukor? Mert ezt a múltkori adásban is kezdted boncolgatni, hogy van az a, vagy csak mennyiségi megkötés van. A felszívódáson múlik minden. Úgy nevezi a szakma glikémiás index. A glükóz szőlőcukor, ami a kristálycukornak egy részét képezi, tehát a fehér méreg, ahogy mondják, abban is van jó cukor. Tehát maga a glükóz a végcél. De igen, bocsánat, ezeken végig megyünk, készültünk édesítőkkel, barna cukorra, nátcukor, tehát átbeszéljük az összeset, mert már jönnek a kérdések, hogy mi a jó, mi a nem, barna cukor tényleg más, mint a kristálycukor. Csak én, bocsánat, egy zárójelben azért megjegyeznék valamit, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem vagyok gombás. Hogy nem vagyok gombás, illetve már kikezeltettem magam részben. Diflukán 500 mg, nagyon sokat segít. Látható helyen már nem vagyok gombás. Én azt akartam mondani, hogy az, hogy Magyarországon mondjuk viszonylag nagy mértékű a cukorfogyasztás, mondjuk így most rossz kifejezéssel élve a fejlettebb nyugati társadalmakhoz képest, ez nem csak azért van, mert az embereknek mondjuk nincsen igényük az egészségesebb táplálkozásra, hanem szociális okokra is vezetett vissza, mert valljuk be őszintén, nagyon sokan mondjuk ilyen formában tudnak bejutatni egy kis endorfint, tudnak termelni egy kis endorfint a szervezetükbe, hogy megveszik ezeket a cukros dolgokat, és akkor egy szelet csoki, egy pohár cukros üdítő, stb. Hát nyilván hozzászoksz, persze. Így egy kicsit kellemesebbé tenni a napjukat. Tehát, hogy... Hát ez már egy kémiai folyamat, igen. A világunk magával hozta azt, hogy monotonabbá vált a világ, és az emberek cukrosabbá váltak, tehát, hogy nagyobb igény van a cukorra, de a viselkedési problémákban először segít a cukor, aztán árt a cukor. Nézzük a gyerekeket, akik nagyon érintettek, azoknak a szülőknek, akik azt gondolják, hogy hát most megeszik két szem csokit naponta, vagy kicsit több édességet, azzal olyan nagyon nem ártok, hiszen mozgékony, lemozogja. Egyrészt ugye hozzászoktatja a gyereket az édes ízhez, ami eltolja a gyerek ízlelését az édes irányba, kevésbé fogja a sósat kívánni, effektíve rá szoktatja az édesre. De hogy viselkedészavar, hiperaktivitás, hogy mit okozhat, hogy lássák azon szülők, hogy tényleg mennyire sokat ártanak, ha nagyon sok cukrot engednek. A cukornak van egy olyan hatása, hogy felszívódás után megemeli a vércukorszintet, a megemelt vércukorszint miatt ugye a szerotonin boldogsághormon szint is emelkedik, ami először felfokozott hangulatot, mondhatnánk hiperaktivitásnak, de ez nem kvázi betegség, hanem ez egy állapot, majd egy nyűgösségre, sírosságra való hajlam jelenik meg, amikor leesik a vércukorszint, mert inzulin termel a szervezet, olyankor a gyerek megint éhes lesz, nasolási vágyat vált ki a gyereknél, a felnőttnél is, és ha nem kap édességet, akkor viszont agresszívé válik. És a társadalomban megjelent, ezt egyébként a szakma tudta is meg fog jelenni, az így megy tovább, ez az eufórikus kontra deprimált állapot, ezek váltakoznak, hangulati hullámzás, nasolási kényszer, és ez a társadalomban nem csak fizikai, hanem szellemi-lelki problémákat is hoz magával. Ezt is megjegyek, ez az úgynevezett csoki fájt, velünk is elő szokott fordulni, az utolsó szeletét, verekszik a vadon család, hogy kérje meg az utolsó, igen, szelet csokit. Például azon gyerekeknek, ezt olvastam és erős is meg, hogy így van, aki például nehezen tudnak elaludni, vagy alvási zavarokkal küzdenek, ha egy kicsit átalakítják az esti táplálkozást, a vacsorát, és kevesebb szénhidrátot, vagy éppen cukrot adnak nekik, tésztát, kenyeret, kevesebbet, akkor például ezek a viselkedési zavarok, alvási zavarok, ezek csökkenhetnek, vagy eltűnhetnek. Igen, de ez napközben is igaz. A reggeliben lehet több szénhidrát, az ebédben kevesebb, a vacsorában szinte alig. Az érdekesség az, hogy este, emlékeztek régen, cukros tejet adtak a gyerekeknek, hogy jobban alszanak, de a szakma is leírta azt, hogy ezt úgy nevezik, hogy drogos alvás, tehát ez nem az az alvás, ez a mély alvás a cukros tejtől, hanem felszínes alvás. Ez inkább arra jó, hogy a gyerek hamar elaludjon, de nem minőségi alvás. Tehát a hírik az, a csonára is, és ebédre is már csökkentjük. Mi ezt a Beninél láttuk. Mi ezt a Beninél láttuk egyébként, amikor pont veled egy évvel ezelőtt beszélgettem erről, amikor itt voltál, hogy kicsit átalakítottuk, hogy nagyon nehezen alszik el, meg sokáig kijön, bejön, visszajön. És kicsit átalakítottuk, hogy mit tegyen este, és egészen, tehát így vacsora után minden fölpörgött, és nem tudtuk, hogy miért. És átalakítottuk, és megoldódott a dolog. Tehát nagyon sokat számít.
És mit bárhogy zöldség? Nem feltétlen, tehát eszik egy, nem, kevesebb szénhidrátot. Édeset már mondjuk 6 órától egyáltalán, kicsit kevesebb szénhidrát, nyilván eszik ezt azt, de nem annyit, amennyit régen, és sokkal, sokkal jobban alszik este. Jó, nézzünk akkor végig, még a matekolás előtt, mielőtt szembesítjük, hogy mennyi cukrot eszik egy évben, hogy mi az, ami jó, nézzük az édesítőszereket, a light termékeket, ugye ez most nagyon megy, nagyon nagy divat. Ártok, használok, mi a light, valóban light-e? Mesterséges édesítőszerekről beszélünk. Így van. Aszpartám, szaharin, ciklamát, kálium, acesulfám, sokáig az elmúlt évszázadban is használták, kijöttek az allergiás egyéb problémák, állatkísérletekben főleg. Egyszer visszarakják a polcra, egyszer leveszik a polcról, attól függ, hogy éppen milyen szelek fújnak, akár a politikában, akár máshol. Azért ne felejtsétek el, vagy ne felejtsük el, hogy a cukorkérdés az gazdaságpolitikai kérdés az egész világon, tőzsde egyensúly beállító a cukorkvóta. Tehát nem egyszerű a kérdés, és lobbik harcáról is szó van. Minden esetre az aszpartámmal kapcsolatban sok kételj fölmerült, ha megnézitek, azért most már inkább ciklamát. Eltűnőben van az aszpartám, ugye? Bármennyire is jó a Monsanto, azért ezt már nem tudták nagyon. A szaharin az folyagrákot válthat ki, de a cég azt mondta, hogy nem, mert hogy nagy mennyiségben, ahogy ezt mindenre ráfogják, de kis mennyiségben nem. Na most dohányzással, stresszekkel, egyebekkel együtt azért az urológiai szervek, a vese, a hólyag, nyálkahártyája sérülhet, de nem sikerült igazolni, mert nem halt meg annyi ember tőle, ezért visszatették a polcokra. Egy kicsit ironikusan mondom, mert ugye ahhoz, hogy valamit betiltsanak, sok embernek kell megbetegednie, de mire ők megbetegszenek, ugye ő rajtuk senki nem segít, a statisztika pláne, viszont később esetleg visszahívják. Tehát ha valaki például kávézik, és fog egy édesítőt, és napi 2-3 szemet belenyom, az mondjuk azzal még nem árt magának. Bármit, nátriumciklamátot, vagy nátriumszaharint. Nem éri el azt a mennyiséget, ami számára az a határ volna, ami kárt okozna. Uh-huh. Ugyan, azért muszáj nekem védenem a szakmát, tehát vannak biztonsági tényezők, ez egy százas biztonsági faktor. Azért ez nem semmi ez a faktor, de ahogy a generációk születnek újra és újra, egyre érzékenyebbek ezekre a vegyületekre, úgyhogy egyre inkább megjelentek a mesterségesek mellett a természetes, féltermészetes és a bioszirupok, édesítők. Erről rögtön beszélünk, mert nagyon sok kérdés van, de például a light, az miért átverés a szervezetnek? Ez is érdekes, hogy reagál a szervezet, mit gondol, és közben saját magunkat egy-egy light termékkel sokszor hogy verjük át? Igen, az emberi test nem számít másra, csak cukorra, glükózra, amikor édes ízt érez, nem számít rá, hogy aszpartámot kap, szaharint kap, ezért inzulint is kezd termelni, mert az a tapasztalata, hogy kell ilyenkor az inzulint. Másrészt pedig a sejtek is várják a cukrot, a testet mivel becsapjuk, ezért a test ilyenkor egy picit megzavarodik. És amióta a light termékek forgalomban vannak, nem igazán hozott megoldást. Tehát senki nem látta, hogy a világon csökkent volna az elhízás, sőt növekedett. Tehát nyilván látjuk, hogy nem hozott megoldást. Tehát csak lefordítva, elkezdem inni, a testem azt gondolja, mivel az íze édes hogy cukrot kapok, de a szervezetemet átverem nem kapja meg, és elkezd ugye termelni inzulin dolgokat. Termel, ami leviheti a vércukorszintet, na most a test idővel azért megszokja, hogy nem kapott cukrot, ha valaki light termékekhez szokik hozzá. Igen, ám, csak az emberi sejtek glükózt várnak, de nem kapnak cukrot, mert aszpartámot kaptak, ezért a sejt újra kiadja a parancsot, hogy egyél még, mert nem kaptam cukrot. Ezáltal a végső soron egy nasolási vágyat vált ki, és előbb-utóbb az sem kizárt, hogy aki light terméket fogyaszt, csak cukrászdába fog menni, mert a sejtjeit nem lehet becsapni. Mert kvázi tulajdonképpen azzal, hogy ő lightot iszik és várja az édeset, de nem kapja meg, kiéhezteti a sejtjeit, és sokkal jobban fogja kívánni. Nem? Így van. A megoldás tehát nem az, hogy akkor visszatérünk a cukrászdába, hanem az, hogy a light termékeknél figyelembe vesszük, hogy ne csak ebből álljon a táplálkozás, mert akkor a sejtek ezt nem fogják tűrni. Kell a szénhidrát a testnek, csak okosan és intelligensen. Uh-huh. De nem azt mondjuk, hogy ne egyen cukrot, csak módjával nyilván. De azt sem jelentették ki egyértelműen, hogy a light termékek azok rosszak, mert nem rosszak. Tehát, hogy itt is ugye maga a light kifejezés eleve nagyon nehezen megfogható, hiszen ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy mondjuk egy bizonyos termék, egy alaptermékhez képest a másik a light termék kevesebb szénhidrátot, kevesebb energiát, cukrot, kevesebb energiát tartalmaz. De ez lehet például elvonással, és nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy ott a cukrokat édesítőszerekkel pótoltak, hanem egyszerűen kevesebb cukrot raktak bele, és a másikhoz képest. Ennyi. Így van, illetve light és light között is van különbség. Nyilván én a szaharinos aszpartámosat nem fogom javasolni, de vannak most már nyírfacukros, és mindjárt beszélünk erről, milyen típusú light termékek. Na, ezeket nézzük akkor meg, mert nagyon sokan kérdezik, hogy barna cukor, nyírfacukor, stevia, ezek jók-e, és ha igen, akkor miért, vagy miért nem? Barna cukornál a hamisítás merült fel, nagyon nehéz. Karamellizált kristálycukor? Hiteles, igen, karamellizálják, de ugye vannak olyan barna cukrok, amelyek melaszosak.
attól barna, mert a cukorrépának a rostjai és a melasz része is benne van, ezek nem annyira finomak, arról lehet megismerni. Tehát aki olyan barna cukrot eszik, ami csak cukorízű és nincs melasz íze, az ott inkább karamellizált cukor. Ott, azért van ott egy ilyen alapvető ellentmondás, hogy a barna cukrot mindig drágában tudjunk megvásárolni, mint a fehér cukrot, miközben a fehér cukornak az előállítás az költségesebb, hiszen az már egy finomított cukor, ugye? Így van, így van. Azért hozzá kell tennem, hogy a barna cukor sem hoz igazán megoldást, mert valamennyi rost és vitamin és ásványanyag van benne, de ugye ott van benne azért a felszívódó szénhidrát. Egy picit ez is ilyen health business, egy egészségüzletté vált, és kalóriát bőven tartalmaz a barna cukor is. De egy viszonylag jó alternatíva tekintettel arra, hogy nincs olyan jó íze, a cukorrépa ízét hordozza, és ezért a barna cukrot, ha valaki fogyasztja, meg fogja látni, hogy nem fog tudni annyit megenni. Uh-huh. Mert nem fogja kívánni. Egy picit a mézzel is hasonló a helyzet. A mézes puszedlinél meg fogsz állni egy határnál, és szerintem egy-két napig nem fogsz enni utána mézes puszedlit, de a krémessel nem így vagy. Uh-huh. Nátszukor? Ugyanaz, mint a répa cukor az összeképletében, nem nagyon hozott megoldást, csak másból származik, van a cukorrép és a cukornád, és mivel más hangzása van a cukornádnak, egy picit megint behozták azt, hogy minthogyha az jobb lenne, nem sokkal hozott megoldást. Nyírfa? A nyírfa cukor már nyilván egy egész más, tehát innen már eljutunk azokhoz a cukorpótlókhoz, amik már jobbak és igen hasznosak. Na, ezek melyek akkor beszélünk, amit mondjuk cukorbetegek is ehetnek? Nyírfacukor, más néven a xilit, szakmailag ez cukoralkohol, de nem kell megijedni tőle, nem alkohol, csak erjesztéssel állítják elő. Ez egy felcsillant a szemem, mi fedett? Én mondom, végre rászokok az édes. Én bedöntöttél volna egy 10 gramot gyorsan. Oh. Rögtön kipöckölték az étrendetből, még mielőtt bekerült volna. Csak senki ne csodálkozzon, hogy az van leírva, hogy xilitol, vagy eritritol. Az eritrit egy másik cukoralkohol, ez még hasmenést vagy ilyesmit sem okoz, mint a nyírfacukor, de a nyírfacukrot is meg lehet szokni 3-4-5 hét alatt, és sokan élnek már ilyesmivel, ezek sokkal kisebb szénhidrátbevitelt tesznek lehetővé. A glikémiás indexe is olyan, hogy nem szívódik igazán úgy a vérben, hogy magas cukorszintet okozna. Nincs mellékíze, ami szerintem nagyon fontos egy házi asszonynak például. Főzhető csak ha nagyon általában magas mennyiségben viszed, akkor kicsit haj, nem? Igen, a xilit az igen, az eritrit az nem. A szorulásodban az kifejezetten. Ezeknek az ára azért magasabb, ha megnézzük. Tudok. Itt már 2000-3000 forint körüli kilós árról beszélünk, és ott a gyümölcscukor, ami nem összetévesztendő a szőlőcukorral, a fruktóz vagy gyümölcscukor, az is régóta képezi a cukorbetegek segítségét, de ez is felszívódó, csak lassabban. Ugye a maratonfutók cukra az a fruktóz, a sprintfutóké a glükóz, tehát a szőlőcukor. Itt kérdezi valaki, hogy inzulinos cukorbeteg vagyok, mivel édesítsem a teámat, kávémat? Neki mit tanácsolná? Nyírfacukor, stévia, eritritol. Uh-huh. Tehát ezek azok, amik jók. Igen, így van, így van. Minden más az felszívódó cukor. Most mondhatnám, hogy agavé szirup, juhar szirup, tápióka szirup. Na ettől már egy érzést kapnak. Na most kezdenek el nagyon anyázni minket. Agavé szirup, mi? Persze. Most azért egy nagyobb tömeg felkiáltott. Na persze. Jó, ezek már kicsit úgy tűnik, mint a nehezebben beszerezhetőek lennének, de közben nem, nyilván. Nem, és sőt az árukban is hasonlóak és alacsonyabbak időnként, mint a nyírfacukor. Csak az agavéban milyen kellemes kis tekillát lát, ugye? Hát na, csak ezekben van felszívódó cukor, hogy ezeket enzimekkel gyártják, a tápiókából, kukorica keményítőből, viszonylag egyszerűen lehet már szirupokat gyártani. Itt Balázs előtt is van egy ilyen szirup, ez egy ilyen aranyszínű, áttetsző szirupos folyadék, és egyébként kellemes íze van ezeknek. Úgy látom, hogy ezek a bioszirupok most jönnek be az országba, és azt mondom, hogy egy alternatív édesítésre alkalmasak, nem fogynak gyorsan, tehát nem mondom, hogy annyira gazdaságtalanok. Én megmondom őszintén, használok én is időnként agavé szirupot, tápióka szirupot, a maláta szirup is ott van, ami egy B-vitaminban gazdagabb szirup. És ez mind jobb, mint a cukor. Van jövője, ezek jobban. A mézet kérdezik sokan, hogy például aki nem akar cukrot tenni, és azt gondolja, hogy ha mézet tesz például a kávéjába, vagy bármilyen italába, limonádéjába, jobban jár, mint ha cukrot vinne be? Mindenképpen jobban jár, de ne felejtsük el, hogy a méz is felszívódó cukor, ez egy folyékony felszívódó cukor, gyorsan szívódik fel a méz, tehát nyilván. De most már a cukorbetegek étrendjébe úgy tudom, be lehet építeni a korszerű táplálkozás tudomány szerint a mézet, csak ugye többször elosztva kis mennyiségben, tehát maximum gyereknek jó? Tanányít. Mindenképpen jó, a mézet reggel adjuk. Tehát sem szintén este, este, hanem reggel. Tehát az édes ízt azt reggel adjuk. Ne felejtsétek el, hogy éjszaka 8 óra alvás után az agy, a szervezet ugye kimerült, idézőjelem, tehát kimerítette magát az éjszakai működésben, és nincsen cukor a sejtekben. Tehát lényegében reggel ilyenkor egy kicsit megemeljük a boldogsághormon szintünket, csak vigyázzunk a délutáni esti
cukor és édesség fogyasztása. Arról beszéltünk, igen. Korábban. Hát én azért az estés fogyasztok mézet, de mondjuk a babám szegcsontjáról szoktam lenyalogatni. Igen, és leöntöd egy fél kiló kristálycukorral, igen. Egyébként, Jani, ezt úgy nevezik, hogy önjutalmazás. Ez így szakmában, hogy az ember... Én is így nevezem. A János képes itt felszállni egy metróra, és elmenni egészen, mit tudom én, a Dunaplázáig, mert ott van egy olyan cukrászda, ahol jó a csokis brownie. Elképesztő. Igen, ez már olyan függőség, ami egyben rémisztő is, de azért valljuk be őszintén, tehát nem mindegy, hogy hol és mit teszek, tehát hogy azért egy minőségi cukrászipari termékeket keresek. Nem, maga a cukorfüggőség az ijesztő a teljesetben. Semmi szoktál olyat csinálni, hogy elvégzel egy munkát, és sikerélménytől hajtva mész mondjuk, és veszel ilyen igen, de terméket. Amikor bánatos vagyok, akkor is. Nem, ez egy jó kérdés, hogy te jutalmazod magad tényleg. Tehát van úgy, hogy te neked egy túrát szervezel föl a várba, mert ott van egy olyan cukrászda, a séta végén te megjutalmazod magad. Erre gondolsz, hogy jutalmazod? Ez egy pszichológiai állapot, egy esemény az életedben. Lényegében mondhatjuk. Igen. Fölmegyek a várba, megnézem a legfrissebb tömegpusztító fegyverekről készített kiállítást, tőlem pedig megjutalmazom, hogy meglokosabb lettem egy kicsit. De a séta során jár a fejedben ilyesmi, hogy a végén fogsz édességet enni? Tehát ez nem most, hanem csak te jársz, Gábor, és körbenézeket. De most ne hűlj, de ne hűlj, jár. Tehát, hogy te sétálsz úgy, hogy tudod, hogy a túra végén, tehát egy óra múlva... Az a gondolkodás. Na jó, akkor viszont telefonítsuk komolyra, szóval nem jár. Ilyen formában nem jár. Ez jó. Tehát, jár. Hogy nálam, akkor tényleg beszéljünk komolyan, tehát én nem jutalmazom magamat a süteménnyel, én felépítek egy programot magamnak. Tudom, hogy ott van egy jó cukrászda, tudom, hogy van ott egy múzeum, tudom, hogy egyébként imádom a várat, szeretek benne sétálni. Tehát, hogy én jó, de amikor reggel eldöntöd, hogy fölülsz a metróra és elmész de adás után enni egy süteményt, akkor ott már jár a fejedbe, mert tudod, hogy adás után elmész süteményt enni. De csak azért nem megyek föl, ahogy hívják a budavári siklóval a várba, hogy nyomjak egy Russwurm krémest. Oké, okay, de az előre programozás, vagy nyam. Jutalmazás, hogy te 8-kor tudod, hogy 10 után fölszállsz a metróra és elmész sütit enni, az már az, nem? Igen, de hozzá kell tenni, hogy ez azért egy kicsit, hogy a kikarikíroztok itt a Janit, de ez minden emberre jellemző. Szerintem ránk is. Az a lényeg, hogy beteg nézünk. Vagy kész. Nem, még a cukormennyiséget el akarom neked mondani a hírek után, még nagyon sok kérdés. Lehet, hogy a Ferinél inkább a sonka vagy a szalonnyára a fejében, nem a cukor. Micsoda? Te is sorra kerülsz. De jó, mindenki hordja maga a keresztjét. Igen, januárban a cukros... De nekem ez nem kereszt, ez glória, tudod? Ja. Januárban a cukros pálinkákat vesszük át egyébként. Nem, azért jó, mert nyilván van tapasztalat, és mindenki tud erről beszélni. Jövünk a hírekkel, jó? Nagyon sok kérdés érkezett, még ezzel is folytatjuk. 4 perccel itt vagyunk mindjárt a hírek után. 3-9 volt 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elmentes övezet rovatunk tart még, mint minden csütörtököt 8 óra után. Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök, éppen a cukorról, az édesítőszerekről, a gyerekeknek, mit lehet adni, mit nem lehet adni, cukorbetegek, mit tegyenek, mit ne tegyenek, erről beszélgettünk. És jött egy-két kérdés. Ennék nyírfa cukrot, de úgy fosok tőle, mint a lakodalmas kutya. Ez legalább őszinte. Mit javasolsz helyette? Köszönöm, Gébi. Az eritrit, az nem okoz hasmenést, és a nyírfacukorhoz is hozzá lehet szokni, lehetséges, hogy túl gyorsan kezdte el az illető, 4-5 hét alatt lehet hozzászokni, és fokozatosság fontos. Mi a helyzet azzal, aki sok gyümölcsöt eszik, itt milyen probléma lehet, kérdezi Trixi. Szintén hashajtó hatása lehet, hogyha nincsen cukorbetegség, akkor a gyümölcsfogyasztás nem okoz problémát. Hát igen, azért az... Nem szoktunk félni tőle. Igen. Attól azért nem nagyon kell félni. Így van. Igen. Aztán jött még kérdés. Lehet valaki cukorfüggő, hónapok óta nap mint nap ennem kell valami édességet, és van, hogy egyre többet, már a normál ételt is édességgel helyettesítem. Igen. A vércukrom normális. Van ilyen? Igen, a cukoraddikció, cukorfüggőség létező dolog, mert az agy reagál rá, abszolút igényli, várja. Az a kérdés, mi okozza, hogy ez ok vagy következmény, lehet a stresszes élethelyzet, egy nehéz élethelyzet következménye, búskomorság, téli időszak, ez mind meghozza a cukorfogyasztási kedvet, és lehet jele egy gombásodásnak is. Na, János, kiszámoltuk körülbelül a cukormennyiségedet, nem akarlak téged nagyon egre círoztatni, csak te vagy a legédes szájuk. Tehát, hogyha másról lesz szó, akkor nyilván... Jövök még én is, nyugi. Tényleg, nem, hát nálunk a nagy édességfogyasztó azért a János, nem? Tehát ezzel szerintem nincs baj. Úgy számoltuk, hogy körülbelül naponta egy fél literes este, amit vagy iszol, vagy nem, de van, amikor mással kiváltod, egy csokoládénak az átlagos gramnyi cukor értékét számítottuk, és kiszámolta Gábor az, hogy hétvégén, ha mondjuk elmentek így nagyobbat sütizni, mondjuk a családdal, ami azért a legtöbb hétvégén megtörténik, akkor körülbelül mennyi az éves cukorfogyasztásod, hát gramra lebontva tök mindegy, kilóra lebontva. Ugye a magyar az mennyit mondta, 40 kiló átlagos cukrot teszik. Per fő per év. Ha te beviszed minden nap ezt a fél liter jeges teát, eszel hozzá egy csokoládét délután, egy muffint, vagy valamilyen kicsi édeset még, és hétvégén egy nagyobb sütizést, akkor körülbelül a te éves cukorfogyasztásod nagyon alábecsülve, nagyon finoman, az körülbelül 60-70 kilónyi cukorra jött ki.
60-70 kiló kristálycukor az, most kristálycukrot mondok, nyilván nem mindig kristálycukrot teszel, amit te megeszel egy évben. Ez nagyjából annyi, mint a testtömeg. Mint a testtömeg körülbelül. Jól hangzik. Igen. Van még följebb. Igen, még van hova növekedni, nem úgy érzem. Ez mennyi? Ez mennyire számít veszélyesnek? Mennyire kell a Jánosnak figyelni? Hát ha azt mondom, hogy problémás, akkor nem mondtam el velem még mindent. Azért, ha valaki ránéz, hogy annyira azért egy kisportolt, abszolút, izmos embert lát, igen, tehát lassan már úgy fogják hinni a hallgatók, akik esetleg nem látták még őt. A kis csapban, hogy a saját nyálam becsúszik minden reggel a stúdióban. Nem, tehát ő szerintem a legsportosabb itt négyünk közül, de azért jó vele vigyázni, én meg minimum megfelezném, illetve azért Janival beszéltünk itt a szünetben, hogy azért ő nyírfacukrot is használ, tehát igazából az igazság az, hogy mi egyáltalán nem használunk répacukrot. Tehát, hogy csak répacukrot. De amikor itt reggel muffin teszel, meg stb. Azok mindegy répacukorból készülnek. Az ott van rejtett cukorként. Azért számoljuk, igen. Erősen kellene gondolkodnod azon, hogy mikor ettem utoljára muffin. Most láttam, most átálltál, figyellek, joghurt, szén, ilyen kis, mindenféle ilyen kis gabonás cuccok. Most fogyózol? Igen, hát mióta lehájashoztál. Nem hájashoztál, csak öltöztünk együtt a Wunderstone-on, és láttam, hogy igen, rád nem bal. Igen. Balázs, neked vigyáznod kell, mert szerintem a divatot te diktálod, és hogyha valakire azt mondod, hogy ő hájas, akkor rögtön fogyókúrás. Így van. Így ez belőlem anorexiás a végén. Nem, elmondom, mi volt, mert mindenki azt most, hogy Janit bántani akarom. Együtt öltöztünk, így ránéztem, és hátulról, hogy pont lehajolt, húzta fel a nadrágát, és azt láttam, hogy a Janitól abszolút szokatlan módon ilyen kicsi, ilyen kis úszó gumi jellegű hurkák. Oda mentem, nyilván mögé kerültem, kicsit azonnal megszorongattam. De ez csak önmagához képest volt. De önmagához képest, és meglepő volt, mert tudom, hogy ő mindig baromi szálkás, és mondtad, hogy a Wunder miatt ugye most egy kicsit többet ettél, kevesebbet edzett. De ez nem ilyen úgy tagad, hogy mi vagy ilyen tagad, tehát nem így volt. De aztán kihoztam neki a széles hátizmomat, és megint tudta, hol a helye. És ez így történt, de Bali, neked viszont nincs játad, mondom, akkor kusszolok. Tényleg, ez nem bántás volt. Stresszes volt a műsor, a felvétel, és azért kellett enned egy picit többet. Nem olvastad a kritikát? Hogy ne lett volna stresszes, Gábor? Igen, megnyilván az ember sokat dolgozik, kevesebbet tud mozogni. Az elmúlt 3 hónapban én is kevesebbet mozogtam, most kezdek el újra jönni. Olyan tenyeres keresztem van, megbolondulnátok, ha látnátok, milyen tenyeres keresztet ütök. Kókuszcukrot használok, mondjátok be, hogy jó-e, használhatom-e tovább, Orsi kérdezi. Igen, ez egy reform cukor, úgymond, jó a használata, de azért ne felejtsük el, hogy akár miből is származik az a cukor, malátából, burgonyából, vagy bármiből, abban van glükóz, van szőlőcukor, csak a forrása miatt van árban különbség. A kókuszcukor egy drága előállítású cukor. Kókuszdióban is vannak cukrok, amit ki lehet nyerni, és lehet kistályos formába közreadni. Az egy jó minőségű anyag, van benne gyümölcukor és szőlőcukor bizonyos arányban, hasznos és jó. Mi a helyzet például a pálinkába belerakott cukor mennyiséggel, kérdezi valaki csak komolyan. Csúnya dolog, nagyon. Nagyon csúnya. Igen, azt hittem, megúszod. Ott például mi van? De arra nem kell nagyon figyelni, de azért egy jó pálinkát az ember megihat. Nem? Hát a pálinkába, tehát cukornál nem a cukortól tartanék inkább, de szerintem Ferinek inkább a témája. Én inkább a cukrás... Jó vagy, jól érzed. A cukrás süteményeknél. Ha szabad itt még egy kicsit árukapcsolást tennem, a cukrászdáknál is van óriási különbség. Ugye itt most nem a cukrászdákról, hanem a cukorról beszélünk, de azért el kell mondjam, hogy az elmúlt 40 évenben én is jártam már cukrászdában, és látom, hogy minőségi különbségek vannak. Van, ahol ott van az ország cukrássüteménye nagyon szépen, tehát igényes, vannak igényes cukrászdák. Szóval azért azt is meg kell nézni, hogy ki hova megy, azért azt se felejtsük el, hogy hangulatteremtő egy édesség. Én nem szoktam javasolni az édességfogyasztást igazán, de valljuk meg, hogy hangulatteremtő hatása van, tehát nem mennyiségre esszük, hanem inkább a minőség. Hát meg jobb kedved lesz, kicsit endorfin, ez az termelődik, igen, nem? Hát jobb, persze, nyilván jobb tőle. Meg el tudom mondani, mert hogy nem csak fogyasztó vagyok, hanem folyamatosan konzultálok is egyébként a kedvenc helyemen a cukrászokkal, és egy nagyon egyértelmű, tudatos, hogy is mondjam, csak alapanyag választás észlelhető, vagy érhető tetten a jobb cukrászdákban, amikor tényleg már igyekeznek ugyan répacukrot kiváltani nyírfacukorral, vagy amikor például lisztmentesen készítenek el süteményeket. Ezek jó, úgyhogy egyébként az ízükön ez egyáltalán nem látszik. Szerintem a jövő mutathatna a cukorszegényített, vagy cukormentes cukrászdák felé, és most már ilyenek is alakulnak. Itt vannak már, vannak már, igen. Jó, mindig meg kell kérdezem, hogy mi volt ma a reggelid? Fénnyel, boróka ággal táplálkoztál? A fényt ma mivel váltottam? Ma csak almát reggeliztem. Ma csak almát. Így van, tehát ma nem ettem különösebb szénhidrátot. De nem volt otthon semmi, vagy ez tudatos ilyenkor nálad? Ez most szándékos volt, igen. Tudtam, hogy jövök, nem tudtam, mivel találkozom itt nálatok, és igyekeztem úgy reggelizni, hogy
hogy ez most... Hát meg jön a karácsony, ott azért két marék dió az oda vermi. De csak kesű dió, ne butáskodj, nem sima dió. Mazsolát is szoktam beiktatni, de a tojást, fügét, ilyenkor egy kicsit kirúgok a hámból. Durva. Jó, egyébként abszolút átálltunk erre, édesek el például az asszalgyümölcs, Beninél nagyon, nagyon édes szájú lett sajnos, és abszolút ki tudtuk váltani. Tehát mindenféle asszaltáfonya, asszalcíva, imádja édeset, kap, azt hiszi, nyilván kicsit átvágva, hogy ő ezzel most nagyon sok édeset eszik, és abszolút beáll. Tehát ez mindenféleképpen jó. Jó, van a rovatnak egy e-mail címe, ez elindult, ha bárkinek van kérdése, akkor ezeket igyekszünk majd megválaszolni. Így ugye? Van, így van. Ez az elmentes övezet, mint ugye magának a rovatnak a címe, elmentesövezet@morningshow.hu. Bármilyen kérdés, bármivel kapcsolatban jöhet, nem csak az adott témával, de igyekezzünk arra fókuszálni. De bármilyen kérdés, gyerekek táplálkozásával kapcsolatban, mindenféle vitaminhiányok, viselkedés zavarok, próbálunk minden megválaszolni, nyilván Gábor, te természetesen. Nem akarok rádruházni. Illetve csak... hozzáteszem, hogy nekem is vannak szakember barátaim, tehát nehogy azt higgyek a hallgatók, hogy minden mindent tudok, persze. Hanem hogy olyan emberekkel vagyok körbevéve, hogy tudunk válaszolni minden kérdést. Na, de jó? Aztán csak észre, Gábor, ne, hogy rajta kapjunk majd valahol éjfélkor, Szenteste környékén a maniókás láda mellett bűnözni. Igen, igen. Nagyon sok más kérdés jön, hogy paleoli diéta, meg ez meg az januárban jönnek majd a nagy diéták, jönnek a nagy sláger dolgok, mint a paleo dolog, meg hasonló, tehát átvesszük majd ezeket is, de ha ezzel kapcsolatban kérdés, minden jöhet. Jó, elmentesövezet@morningshow.hu. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Karácsonyig már nem találkozunk, vigyázz, hogy halálra zabád magad, jó? Köszönöm. Ennyit kérek tőled. Jó? És vigyázzatok magatokra. Jó, az elrettentő eszközöket, a adalékanyagot nyugodtan hagyd itt, majd betermeljük. A Jánosok egy dobozba barnát cukorral, abszolút örömet lehet. És nem posztoltad meg a finom sávokat, itt bekészítettünk stéviás és egyebeket, majd beszámolsz később róla. Jó, limonádét, így van. Mi pedig már is hármasugrást játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Gergő! Gergő! Hello, Gergő! Így van. Gergő, hol vagy helyileg? Pécs. És jelenleg itthon. Pécs is jelenleg otthon. Uh-huh. Még nem mentél el dolgozni, nem is mész, voltál? Nem, ma nem megyek, ma más a program. Más a program. Oké, nézzük a kérdéseket, jó? Milyenek jelen? Szerintem az első kettő könnyű. Könnyű. Így szól az első kérdés dedikált Egér alátétél. Kinek a műve az Iliász című eposz? Micsoda? Ezt szerettem, ezt az őszinte reakciót. Kinek a műve az Iliász című eposz? Homérosz. Homérosz, így van. Hú, kicsit megijedtem a visszakérdezésnél. Mehetünk tovább? Mehetünk, azt gondolom. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Melyik városban áll Fadrusz János alkotása, a Mátyás király emlékmű? Jézusom. Ajjajjajjajjaj, abban a városban, ahol született. Született, így van. Vagyis majdnem megvolt pedig. Internet? Pötyögtél? Igen. Mit találtál? Kolozsvár. Kolozsvár, így van. Kolozsvár. Ez egy... Ez annyira nem volt könnyű azért. Hát... Nem. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon híres szobor. A kolozsvári magyarság egyik legfőbb jelképe. Köszi a játékot, gyors volt. Hát akkor én is köszönöm. Gergő, kellemes meghitt, szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt kívánom. Hát akkor viszont kívánom és köszönöm. Anyás árnyák csapkodása tegye hangossá a szentes. A gyertek ragyogják be a szívedet. Köszi, Gergő, ciao. Köszi, hello, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Három perc múlva pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello, hello drága hallgatók, itt vagyunk, és még itt is leszünk holnap. Aztán hétfőn. Itt jól van. Számolok? Ugye? Mm-hmm. Szombaton nem. Nem? Nem. 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 De ugorj, benézd meg, hogy itt leszek. Ja, mindenképp. Közlekedési hírek vannak. 4-es út, 71-es kilométernél Budapest felé. Haladókat mérik, ezt taxis Csabi küldte nekünk, valamint van egy trafinka a 3-as főúton Kerecsend és Kápolna között a KPM helyen. Üzeni Kobra. Rákóczi út keletitől befelé lépésben halad, köszönhetjük a Ferenciek teri EU zebrának. Igen, ott most láttam a zebrát. EU zebra? Hát az a zebrát, ugye régen a kijöttél az aluljáróból, ott most zebra van a Ferenciek terén, a Rákóczi út.
Egyébként továbbra sem értem, hogy ez miért volt de... az indokolt, de nem baj. Hogy át tudjanak menni. Ja, igen, de egy ez segít. Értem. Igen, de mondjuk egy 30 méterrel lejjebb is voltam. És egyébként egy... meg feljebb, meg egy aluljáró. Igen, igen, de egyelőre működik a dolog, legalábbis úgy néz ki. Viktorunk telefonált, nálunk dolgozik a Zsámbékról, hogy az egyes útra ráfordulunk Budapest irányában, a 19-es kőnél egy nő kuporog az úton. Baleset veszélyes és aggasztó, ha valaki látja, segítsen, hívjon egy mentőt, elment mellette mindenki, senki nem segített. Viktor azért írt, hogy hát valaki ezt meghallja. Na, mi van a tetoválásoddal? Még mindig nem tudjuk, hogy mi van szépen. Feri kezén, ugye? Csak egy fél mondat, egész reggel megy a találgatás. Feri tegnap este csináltatott, illetve meglepetésként csináltatott neked egy tetkót. Igen, ugye? Kaptam a hiba. Ez kaptál, a kaptad a hiba. Igen. Aha, azt tudjuk, hogy piros és fekete tárt Kispest. Csak a Kispest. Szalag és felirat. Piros, fekete, szalag és felirat. Ez igen, van rajta. Kolbász hurka nincs. Igen, igen, véres hurka, májás hurka, ezt már többen elküldték. Szöveg is adjak, van benne? Adjak segítséget? Na, adjál egy kis segítséget. Filmcím volt. Titanic? Hát, úgy találtad ki, te gyerek! Igen, és így vagyunk átölelve ketten, állunk a hajóban. Imádnám, ha ilyet magadra maradtál volna egyébként, hajó azt imádnám. Hajóorban, és a gyerekek neve benne van a gyerekek valami neve, ilyen azt formában. Mondjuk, azt tippelték többen, hogy a gyerekek neve benne van. Hát én most nézem éppen a Rákóczi család címerét. Abban van fekete is, meg piros is. Ja, jó, jó arc, hogy felvaradtad a címert egyébként, tényleg. Akkor nem vagyok. Tehát filmcím, amiben a gyerekek neve is benne aha, van. Aha. Mm-hmm. Romantikus filmcím? Jó, hát már ne találgossá az. Az. Dumbe és Dumbe. Így hívják a gyerekeimet. Tedd oda, hova nem való. Ivar Mágnes? Igen, 300 túró perc. Nekem ez nincs meg. Még mindig nem tudom. De 10 előtt megmutatod. Nem, figyelj, csak ha kitaláljátok. Figyelj, na. Cuki kategória? Mi? Aranyos, ilyen aranyos tetoválás, vagy pedig inkább ilyen érzelmes, tehát ilyen aranyos, kedves, helyes, vicces? Nem. Nem, hát a gyerekek neve benne van, akkor az nem. Jó, jöhetnek az még egyáltalán a... nem vicces. Jöhetnek még a találgatások, itt jött már a féldisznó sajt, a féldisznó, egész disznó, felesbe a békával összerakod a kezed, és ott kijön a disznó, sok minden jött már, de egyelőre még akkor nem tudjuk eltalálni. Film cím és a két gyerek neve. De nem egészben. Uh-huh. Mit mond erről Norbi? Ugye? Ez egy jó kérdés. Norbi szerint... Hát, Vágli. Na, kicsit rászűkült el a témára. Igazából most másról sem tud beszélni, csak a... Vágli. ...ról. Hihetetlen ez a Norbi, közeledik a karácsony, hogy mennyire csak a... Vágli. ...ról tud beszélni. Igen. Na, egy újabb vendégünk van, gyerekek. Ma nagyon-nagyon sűrű a forgalom, amit bonyolítunk. Észrevettétek? Csak jönnek-mennek a vendégek. Komolyan. Egyik elmegy, másik beül. Megérkezett hozzánk Fülöp Zsuzsa, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Hello Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ó, micsoda hang! Hát itt már a pasi hallgatói korlatoznak. Kábor se volt rossz, de te. Kábornak se rossz hangja. Hogy megy a koránkelés egyébként neked? Most már egész jól. Hozzá vagy szokva? Jobban megy, mint hogy későig felmaradjon, tehát koránkelni még alapvetően tudok. Ezt már megszoktam. Ugye amiért téged most behívtunk, hogy hozzál nekünk olyan termékeket, amire mint ti is, mint a fogyasztóvédelem, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság rácsodálkoztok, és visszaküldik, vagy küldték hozzátok, ugye így az ünnepek előtt, hogy ebből szemezgessünk egy kicsit. Nem, hát szerencsére ezeket nem fogyasztóktól kaptuk, hanem maga a hatóság találta meg ezeket a termékeket, tehát sajnos ezek a forgalomban voltak, tehát hozzá is juthattak volna a vásárlók is. Van itt minden, ez igazából az egész éves termés, de itt karácsonyt megelőzően ugye leginkább a karácsonyi fényfüzér az, ami érdekes ami lakástüzeket tud okozni. Igen. Mi lesz veletek, ha bezár a Józsefvárosi? Hát tökre mentek. Téged elbocsátanak, nem? Embereket kiúrugnak, leépítenek, hát ott konkrétan a fogyasztóvédelmi hatóságnál százakat kell majd elbocsátani. Nem, ez tény, most való, hogy az utcán, a piacokon nagyon-nagyon sok a veszélyes termék, tehát sokkal több, mint az üzletekben, de ettől függetlenül azért más helyszíneken is sajnos találunk még a mai napig olyan terméket, amelyet nem szabadna forgalomba hozni, vagy legalábbis nem ezekkel a feltételekkel, úgyhogy munkánk az még van bőven, és szerintem marad is. Na, ez az izzó, ez ebben megint te vagy otthon, hogy mi a jó, én nem tudom, Viki is vett valamit, rettegek, hogy felgyullad a lakás, de nem tudom megállapítani, hogy jó vagy nem. Én pici ilyen kis elektromos be kell dugni, és akkor állíthatod, hogy futófény legyen, villogófény, vagy folyamatosan ég. Na az ég. Mi az a biztonság kedvéért bent is kültérit használunk. Mert... igen? Há, igen, mert az biztonságosabb. Biztonságosabbnak tűnik, ugye az ilyen folyadékálló is, tehát hogyha esetleg belekerül valami nedvesség, illetve nem is kerül bele, mert már eleve úgy van kiképezve, hogy nem kerülhet bele, akkor sem lehet akkor vele semmi baj. Amiénk zenél, az baj.
Azokkal van a baj, ami zenél? Azon még nem találkoztunk. És néha, izzó. De nem úgy izzó, hanem valamit tett mellé a Viki, és néha húzza a Jingle Bells. Tehát néha kicsit így beakad. Van az benne a valami, kis... amit tett mellé, az egy vonós négyes. Van benne valami kis lejátszó, és akkor áramból bedugjuk, ég is, meg zenél is. Nagyon beteg dolog, nem láttam még ilyet. Még mi sem találkoztunk vele. Ami egyébként bekerül a laborba, azokkal leginkább az a gond, hogy túlságosan vékony a vezeték, kicsi a csatlakozó dugó, tehát ezek okozhatják igazából a balesetet, szerintem a zene az kevésbé. Vékony a vezetéketek? Ez most hogy jön az égő? Hogy jön ez? Kicsi a csatlakozó. Igen. Igen. Na, nem, nézzük, nem hosszú. Nézzük az első égőt, az például miért csaptatok le rá, vagy hogy szúrtátok ki? Hát pontosan ez volt itt a probléma, erről előbb beszéltünk, tehát látszik ezért szembetűnő, és egyébként a fogyasztók is meg tudják állapítani ránézésre is, hogy melyik az, ami több, mint valószínű, hogy hibás lehet. Hát a túlságosan vékonyak ezek a vezetékek, illetve itt a csatlakozó dugón is látszik, hogy azért egy átlag dugóhoz képest sokkal kisebb ez a kis. Kínai? Igen. Már megint a kínaiak, látod? Bár azért a kínai termékek mellett szólva, az biztos, hogy a legtöbb veszélyes, majdnem az összes veszélyes termék ott gyártódik, viszont azért a nagy gyártók, illetve a biztonságos termékek is Kínából származnak, úgyhogy ez nem kizárólag. De nem, és ez berakom és felgyullad? Vagy mitől rossz? Ez már igazából szét van szabdalva, hiszen meg kellett néznünk a szigetelést is, azt ugye, ahhoz szét kellett vágni a vezetékeket, úgyhogy ez már nem tud szerencsére működni. Aha. De itt az lehet a probléma, hogyha föl van mondjuk a fára vezetve, gyermek belelép, kiszakítja, és hát rögtön ugye hozzáférhetővé válik a feszültség alatt álló részek. Az ez nem szerencsés, ezért a gyerek bockodik a 220-szal, nem? Ráadásul ez ugye olyan izzókat tartalmazik, nem cserélhetők, tehát ebbe egy elromlik, akkor lophatod ki a kukába az egészet, tehát még ha tudatosan igyekszel vásárolni, és mondjuk a jövőre is gondolsz, nem érdemes megvenni. Jó, hát tudom, erre rá se nézni. Viccelsz. Ebben is a maximumot veszed. De viszont évekig tudod használni. Így van. Tehát, hogy évekig jó. Mi lett ezzel a hajszállítóval? Gyönyörűen néz ki. Erre is ti csaptatok le, vagy ti vettétek észre? Igen, ezt a mintát is mi vettük. Általában azok a hajszállítók, aminek nincsen nagyon márkája, vagyis van márkája, csak nem túl ismert, és nagyon olcsó, azokkal leginkább az a probléma szokott felmerülni, hogy nincs benne az a speciális hővédelmi kapcsoló, ami le kellene, hogy zárja az egész működést abban az esetben, hogyha ezek a szűrők eltömítődnek hajjal szennyeződéssel. És sajnos, hogyha nem kapcsol le ilyen esetben egy készülék, akkor túlmelegszik és elkezd megolvadni. Na most ez nem csak, hogy megolvad, hanem egyébként, amikor terheltük mesterségesen a laborban, akkor egyenesen lángolni kezdett, tehát mint egy lángszorú úgy viselkedett ez a hajszállító. Atya Isten, és a vége konkrétan elégett. Igen. Tehát, hogy kicsit így megolvadt a műanyag, vagy így ráolvadt, és hát elég rosszul néz ki. Hőre lágyuló műanyagból készült az eszköz. Lett a kollégának valami baj, aki tartotta? Nem, szerencsére azért a labor felkészült poroltóval, és mi egymással, de azért őket is meglepte, hogy lángra kapott. Milyen, mikor szárítod a hajad, és elkezd lángolni a hajszárító? Nem? Emény. Beépített effektekkel árulják. Ennyire csillog a hajam, vagy? Azért az kemény. Mondjuk világhírű márka. Ezeket egyébként hol vettétek? Ez piacos, vagy ez bolti? Van boltban, piacon is. Tanácsoljuk általában a fogyasztóknak, hogy lehetőség szerint műszaki termék, teljesen mindegy, miről legyen szó. Azt ne piacon, ne utcai járusnál, hanem lehetőség szerint üzletben, mert ha még gond is van utána a termék, akkor az üzletben azért nagyobb valószínűséggel kapjuk vissza vagy a pénzt, vagy kicserélik, vagy megjavítják a terméket. Ilyen esetben van valamilyen eszköz a kezetekben? Tehát, hogyha ha például itt van ez a Mikály, nem tudom, ilyen kamu márkájú hajszárító, hogyha mondjuk ezt megtaláljátok, és azt mondjátok, hogy ez kerüljön a polcokra, hogy egy hét múlva mondjuk egy másik márka néven ugyanez a hajszárító a polcra kerüljön, azt meg tudjátok akadályozni valamivel? Igen, szerencsére azért a veszélyes termékek nyomon követése már egy kifejlett, kidolgozott rendszerben történik, tehát hogyha megtalálunk egy veszélyes terméket, akkor fölkerül egy olyan rendszerbe, ez a RAPEX rendszer, ahol az Európai Unió valamennyi tagállamának szintén hasonló feladatokat ellátó hatósága által megtalált veszélyes termék fent van. Tehát nyomon követhető az, hogyha mi is felviszünk egy veszélyes terméket, illetve nyomon tudjuk követni, hogy a más államban letiltott termék nincsen nálunk a piacon. Viszont a fényfüzéreknél ezért időről időre tapasztaljuk azt, hogy amit korábbi években letiltunk, aztán újra előkerülnek más csomagolásban. Mikai All Out vagy Japan? Tehát, hogy láttad? Hát, igen, hát, Mikai. Igen. Ó, hát a japánok megbízhatók. De a kapcsolón is érzed, hogy annyira gagyi, hogy a billenő kapcsoló nincs még nagyon kidolgozva. Tehát ezt még nagyon nem találták ki. Ú, a kedvencünket na, mondjad, az micsoda? Az egy öngyújtó, ugye? Igen, ez egy teljesen új vadonatúj termék, ez tegnapi napon került be a hatósághoz, jelen pillanatban is vizsgálják a kollégák a feszültséget, ami érdekes, ugye így egy öngyújtó kapcsán, viszont ennek az a különlegessége, hogy azon kívül, hogy tűzgyújtásra szánják, meg is rázza a használóját. Ó, de direkt, vagy ez véletlen? Nem, ez direkt. Direkt ráz. Így alakította ki a gyártó, és igazából elég erősen ráz, és pontosan ezért gondoltuk, hogy azért ez ebben a formában nem biztos, hogy megfelelő, úgyhogy jelen pillanatban a labor alapján. De ez ki
megpróbáltad, megcsapott rendesen. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag azóta nem érzek semmit a hüvelykujjamat. Feri mondta, hogy álnyom már, meg biztos nem fáj, elemről működik, megvágta a Janit. Ez egy olyan ajándék, aminek az átadását nem felejti el senki. Gyújts rá nyugodtan! Csabi, gyere, próbáld már ki ezt az öngyújtót, hogy hallottad? Nem hallottad? Na, nyomd már, adj már tüzet. Légy szív. Mit kell megnyomni? Csak ott a végén, azt nyom le. Na, csináld már, ne legyen már húgunkkal. Én is megcsináltam. Ne legyen, nyomd meg. Na. De puha vagy. Tudom, hogy rád, de már kipróbáltam, ez nem jó. Na. És akkor mi van, visszaviszi, vagy a blokkal viszi, vagy ilyenkor hogy van? Kösz, Csabim. Ebben az esetben nyilván, aki ilyet vesz, direkt vesz, hogy ez milyen vicces ajándék, de egyébként meg tényleg balesetveszélyes is lehet. Hogyha egyébként egy veszélyes terméket találunk otthon, tehát olyat, amit a hatóság letiltott, ezt nyilván a honlapunkon keresztül le lehet ellenőrizni, és visszavisszük az üzletbe, akkor ilyenkor természetesen az üzlet még blokk nélkül is köteles visszavenni a veszélyes terméket. Nem értem, hogy miért kell hozzá blokk egyébként sokszor. Itt blokk nélkül. Ebben az esetben, de amikor mondjuk elromlik és javítást cserét szeretne kérni a fogyasztó, akkor valamilyen úton, módon az igazolni, aki hogy ott vette, mikor vette, mennyiért vette, stb. Tehát ez egyértelműen azért kell a blokk. És megy még ez a vigyen vissza a csomagolást is dolog, amit hiszem végképp nem ért az ember, hogy az miért kell? Még vissza kell vigyük a csomagolást. Ez őrizze meg három napig. Meg a dobozát, azt őrizzük meg. Igen, sajnos mai napig megjelenik ez a egyébként megtévesztő tájékoztatás, mert ezt tudni kell, és nagyon jól tudjátok is, hogy a csomagolás megléte az nem feltétele annak, hogyha hibás a termék és javítsák cseréjék, nem kell, hogy meglegyen hozzá. Mi azt szoktuk tanácsolni a fogyasztóknak, hogy egy rövid ideig, tehát mondjuk egy nagyobb értékű terméknél egy rövid ideig őrizzük meg, leegyszerűsíthetjük vele ezt a folyamatot, de nem feltétel. Tehát nem mondhatja nekünk azt a kereskedő, hogy bocsánat, ha nincs meg a csomagolás, akkor nem foglalkozom ezzel a problémával. Jó, mondjuk Janinál a 78-ban vásárolt Orion TV dobozom, még megvan, tudom. Minden. Most hallottam, svéd butorgyár, veszel nála fát. Karácsonynak, igen. Kapsz egy 3000 forintos kupont, amit levásárolhatsz. Akkor? Ha visszaviszed a fát. Hogy az Istenbe viszed vissza? Ugye? Vissza kell vinni a fát. De minden tartozikával együtt érsz a tűleveleket is? Tehát ők látni akarják, tehát megveszed a fát náluk, akkor 3000 forintos levásárolható kupont kapsz, de csak akkor tudod, ha visszaviszed a fát. Januárban lebontod, berakod a kocsiba. Újra hasznosítják valószínűleg, de hogy egy ilyen csupasz, félig hulló fenyőfát berakni? Nagyon vicces. Ez így volt, Gyuri, itt vagy? Gyere már benne. Te vetted a karácsonyfát, és kaptál hozzá kupont? Igen. Bocsánat, egy pillanat, rövid, nagy a forgalom nálunk. Én ott vettem, és tavaly is ott vettem, és tavaly csak a számlát kellett visszavinni. És a férjem azzal jött ki, hogy nem, vissza kell vinni a fát. Mondom, ez hülyeség, tavaly se kellett visszavinni a fát, hát miért vinnék vissza egy csupasz fát? És ajánlottam az Annának, és ő meg átküldte a linket, hogy ezik a svédeknek a honlapján ekkora betűkkel ki van írva, vagy a fát is vissza kell vinni. Mert újra hasznosítják, bútor lesz belőle. Na de én azt nem értem, hogy ha kiteszed a ház elé, akkor az FKF elviszi. De nem de neki. Tedd ki. Hát ne tedd ki, hát vigyázzatok rá. Vissza a fát, tedd be a kocsiba. De hát vannak rendes favivő FKF-es kocsik, nem? Elviszik később. Na jó, de hát azért kapsz egy utányos ára egy nagyon jó minőségű fát, hogy érted, hogy betartsd azokat a szabályokat, meg kötelmeket. Na de hova viszik? Hát földolgoz, az téged ne érdekeljen. Ja, abból lesz a következő jó. Júli, hát persze. Abból lesz egy Jörge Holgáson. Ők azt mondják, hogy visszaviszed, csak ültetnek helyett egy újat. Egyébként jó, persze ez nem semmi törvényszegés nincs ebben, csak mondom, hogy megütöttem, hogy vidd vissza a fát. Januárban az, amikor kocsiba begyömöszölöd a fát, viszed vissza azért az. Az kemény. Na milyen olyan szabályok vannak még, amit tudni kell így karácsony után? Meddig lehet visszavinni dolgot? Ha nem tetszik, az például jogalap lehet-e arra, hogy kaptam ajándékba valamit, és visszavinném átcserélni? Kötelessége a kereskedőnek? Igen, ezekkel a szabályok, hogy évek óta változatlan. Viszont minden évben ki kell rá térni, mert a kereskedők és a fogyasztók sem tudják egyébként megfelelően, hogyha mondjuk nem tetszik a termék, nem tetszik a színe, több ugyanolyat kaptam, akkor ez nem minőségi hiba. Tehát ilyenkor a kereskedő elvileg nem köteles sem cserélni, sem levásárlást biztosítani, viszont azért karácsonykor tényleg az a tipikus a legtöbb üzletnél, hogy biztosítják azt mondjuk két ünnep között, vagy január elejéig azt a lehetőséget, hogy ilyenkor is visszaveszik, levásárlást biztosítanak a karácsonyi ajándékokra, holott nincsen egyébként semmiféle hibája a terméknek. Természetesen teljesen más a szituáció akkor, amikor minőségileg meghibásodik, vagy már hibásan veszi az ember meg a műszaki termék egy gyerekjátékot. Ilyenkor akár mikor más időszakban ugyanazok a szavatossági jótállási jogok élnek. Tehát ez annyit jelent, hogy minden megvásárolt termékre egyébként 2 év szavatosság van. Nagyon sokszor hangzik el a 6 hónap, ezt nagyon sok üzletben lehet hallani. Ez annyit jelent, hogy ha felmerül a hiba az első 6 hónapban, akkor vélelmezni kell, hogy már a vásárláskor, gyártáskor is megvolt. Tehát a fogyasztónak igazából semmit nem kell bizonyítani, ilyenkor a kereskedő főszabály szerint javítani, cserélni köteles.
és ugye 2 éven belül vissza lehet egyébként is venni 6 hónapot követően is, csak már ilyenkor a fogyasztónak kell bizonygatni azt, hogy a hiba ok már fennállt valószínűleg akkor, amikor megvettük. Zsuzsa, már régóta meg akartam kérdezni, most meg aztán pláne, hogy bejöttél, hogy például gumiószereket, azokat hogy te? Hogy szoktatok tesztelni? Köszönöm a kérdést, János. Abszolút jogos és helytálló. Van, van például egy ilyen speciális belőle, például ez a vibragyűrűs. Akkor ezt vesztek egyet, ezt beviszitek, és akkor azt mondjátok, hogy ezért, hogy na, kinek a legvastagabb a hüvelykúja, vagy hogy meg? Ez nagyon, én szerintem még azért a hatóság 20 éves történetében nem volt példa arra, hogy ilyen jellegű terméket vizsgáltunk, panasz viszont volt, és nem is egy. Nagyon sokszor fordulnak hozzánk egyébként különböző vágyfokozó tabletták és más hasonló ilyen jellegű termékek. Én is akartam megsegírni. De milyen a panasznak a jelleg, az mi volt? Gyerekek, anyád az ultravékony. Ez neked a Paris? Igen, azt mondod, 10 óra múlva lelóhadt egy ökjét. Azóta barátaim csak fogasnak hívnak. Igazából konkrétan mellékhatásai voltak a terméknek, és erre panaszkodott a fogyasztó, mellékelt mintát, ami persze megmosolyogtató volt. Mintát? Már milyen mintát? A kapszulából, jó. Hogy vizsgáljuk meg. Nyilván nem tudtuk, hogy miként gondolta ezt megvizsgálni, hogy a hatóság ezt hogyan fogja, nem tudjuk nyilván. De nálatok a vizsgát hogyan? Mert tudjuk, hogy a NAV-nál ugye sorsolják azokat, akik végbéltükrözésre mennek. Ugye ezt hallottuk, hogy egy NAV-os elment egy végbéltükrözésre, és a kollégája előtt az anyjának álcázva őt, letolta a gatyót, hogy az orvos belenézen a blendébe. Ugye, és megtükröztette, vagy hát urológiai vizsgálatot csinál. Ez egy konkrét sztori, ezt te hallottad? NAV-osok. Hogy nálatok is van egy ilyen sorsolás reggel, hogy akkor most ki a kürtös karács, ki a gumiószer, vagy ezt hogy kell elképzelni? Zsuzsa Matilda elszívó. Bár olyan panasz is volt egyébként, tehát a térben elszívóval kapcsolatos panasz is volt, igen, hogy nem működött megfelelően. Tehát vannak azért olyan esetek, amikor nyilvánvalóan megfelelő komolysággal próbálja a hatóság is kezelni, megadni a szükséges információt, hogy hova lehet esetleg fordulni a problémával, mert a hatóság ezeket nyilván nem tudja kezelni, nem tudja megvizsgálni az ószert sem. Viszont igen, előfordulnak azért olyan esetek, amikor tényleg a hatóság kollégái is kellemetlen szituációba tudnak kerülni, de maga a vizsgálati folyamat, ahogy történik, ez egy éves vizsgálati program. Tehát megvan az, hogy milyen időszakokban, milyen témákban vizsgálódunk. Akkor alaposak vagytok. Igen, minden megyei felügyelőségnek van minden nap igazából egy program, hogy ki melyik helyszínre milyen ellenőrzés. De mi volt a baj a gumival, János? Csalódtál az Eperizben? Ne, hogy rázott a gyűrű. Megvágott a gyűrű. Nem használtad, mert herpeszem lett tőle. Figyelj, tehát most komolyan, és az alaposság az mit jelent, hogy például van olyan, hogy mit tudom én, hogy átkiabálsz a másik szobába, hogy Karesz, a gés a golyok, a mi a helyzet? Még tesztelem. Mennyire örülsz, hogy bejöttél, ugye? Igen, azért az ilyen terméktesztek, vagy termékvizsgálatok, azok a laboratóriumban történnek, tehát van a hatóságnak 2 laboratórium, egy mechanikai és villamoslabor, illetve egy élelmiszer és vegyipari labor. Tehát ott laborkörülmények között a szakemberek vizsgálják meg ezeket. Igen, a nagy parti ott van. A női öltöző mellett a labor lehet a legizgalmasabb hely nálam. Igen. Választ mennyi idő után kap egy panaszos, körülbelül nyilván nagyon sok érkezik. Szerencsére a hatóságunkon belül működik, szerintem egyébként Magyarországon is egyedülálló kezdeményezés, ez az NFH fórum oldala, ami annyit jelent, hogy a fórumon bejegyzést tesz egy fogyasztó, akkor 2, maximum 3 munkanapon belül kap rá választ. Ugye ennek az a jelentőség, hogy itt nem hatósági ügyintézés folyik, de hogyha van egy olyan fogyasztóvédelmi kérdés, amiben csak útmutatást, tájékoztatást szeretne kapni a fogyasztó, akkor ezen az úton sokkal gyorsabban jut a megoldáshoz, esetleg a saját problémájának az orvoslásához is, mint hogyha egy hivatalos hatósági eljárást indítanám, mert még abban az esetben is sokszor kiderül, hogy a hatóság érdemben nem tud intézkedni, és erre a válaszra egy hatósági eljárás keretében adott esetben akár egy hónapot is kell várni. Addig ez a fórum oldal lehetőséget biztosít a fogyasztónak, hogy viszonylag gyorsan megkapja a választ. Na jó, van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. János, szemezel a hajszárítóval? Tudom, hogy te ebből még otthon ki tudsz hozni valamit. Neked ez még otthon egy kis szerelés után kánoa lehet. Jó, de az izót azért az... Persze, azt megtartom mindenképpen, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Na, mi pedig megyünk tovább. Tetoválás. Jönnek a tippek egyébként, hogy ha azt mondtad, hogy vicces, és hogy a gyerek neve is benne nem van. Nem mondtam, hogy vicces. Hogy vidám. Nem azt mondtad? Vagy hogy film, vagy hogy mese? Film vagy mese? Film. Film, nem. És nem a Spejből és Úrvinyek. És nem is egy tiroli klasszikus. Igen, nem is a Tom és Jerry, mert hogy ezt is elküldték nekünk. Jó, megmutatod lassan, vagy majd megmutatod a reklám után? Most már látnunk kell, addig el nem megyünk, akkor tényleg levágjuk a kezét. Megírták már a hallgatók, van akinek leesett. A 2 kezdőbetű van benne a névből, a Pannából és a Somából. Akkor viszont tudom, mert elküldték. Akkor megvan.
Ezt volt mondta. az a karácsony ajándéknak se rossz egyébként, mert négyen vagytok, PS4. Na ez, ez hát nekem igen. Xbox inkább. Igen, fölvaradtam egy konzolt. Tudom, ez az utóirat I love you, vagy az a PS I love you. Tényleg. Tehát, hogy PS, ugye, igen. mint Panna Soma, igen. és akkor az I love you. Az van benne, mert abban még benne lehetnek a következő gyerekeink nevei, tehát ott nagybetűvel van írva, például az I betű, ugye, tehát kell egy Ilonát, gyártanunk még meg az L betűt, egy Lajost. Egy Rákóczi Lajos az abszolút beleillik. Na, megnézzük, akkor majd kíváncsi vagyok egyébként. De ez romantikus, nem, Janéz? A PS I love you, ez cuki. Hát igen, csak most nézem, hogy ha jól emlékeztem, hogy a fizikában is van egy ilyen, az konkrétan font per négyzethüvelyk. Ha nem így lett feltatóálva, akkor... Na, megnézzük mindjárt, és jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:50 múlt pontosan 4 perccel. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt 40 perccel, hello mindenkinek. Tetoválási tippek, PA, kötélesó, parasz sonka. Istenesben. SB flúrtom és kapott helyet, kérdezi valaki. Na, muti azt a kis romantikus tetoválás. Ugye, ha valaki nem tudná, Feri tegnap elmesélte egy történetet, mindjárt megmutatjuk a nap legjobb pillanatai között is, hogy elment békával, és béka meglepetés tetoválásra vitte. Ott már választás nem volt, ugye beleültél egy cégbe, és nem tudtad, hova mentek, és kiderült, hogy egy tetováló műhelybe. Ugye? Így van. És egész reggel azt találgatjuk, mert nem mutattad meg, hogy mit kaptál, vagy mit tetováltattak föl neked tulajdonképpen a bal kezedre. Most már bal kezedre. Balra. Na. Az a szív oldal, amit kiderült. Így van. Szív oldal, és a másik oldal pedig az anyagi oldal, tehát oda, hogyha mit én menő vállalkozásba kezdek, akkor... De miért van becsomagolva alufóliában? Fogyni akarsz? Ha persze, de csak itt ebben a csíkban, tudod, hogy sokkal... Az alkarodat fogyasztod? Ez nem kicsi. Azt nem, gyere, én úgy voltam vele, ha varják, akkor izé... Azt a minden. Jó, mondjuk, ami rajtad kicsi, az nekem egész tudod. Hátas. Igen, igen, mondjuk, igen. Igen, mondjuk ezt téged beborítani, igen. Igen. Azt mondja, az utóirat, hogy a PS I love you, és, ja, és a PS-ben van benne a Panna, hát a meg Panna a Soma. Meg a Soma, és akkor ott a következő gyerekünk, az L betű, az a Lajos. Az... De mi van? Hát ott pirossal az L. Piros az L, aha. A love. Jézus, ha felé a piros csík a szíved felé indul, ez vérmérgezés. Valami baj lehet. Hallod, Gönyó, egy tetem az agyával be neki, hallod te? Gyors, lövítek már, milyen volt a betű. Ekkora legy, gyerekek. Azt mondták, hogy mekkora legy, mondtam, hogy látszon rá. De szép. Most nem, minek? Ha mutasson már valahogy. Most még sötét, és majd világosodik egy kicsit, mert még ereszti a levét. Szíreztek még rajta? Nem tudom, én most már egy kedvet kaptam, tehát lehet, hogy megyünk tovább. Az tök a durva, hogy azt mondják, igen, hogy egyet csináltatsz, megőrülsz. Ja. Lehet, hogy a betűket még körbehúznátok fehérrel, az marha igényes. Igen. Tényleg, még jobban kiemeli. Igen. Hát majd megmutatom nektek nylon zacskó nélkül is, mert ilyenkor még védeni kell, meg kenegetni. Nekem ez így egyedibb. Zacskóval hordanám én is. Ja. És akkor mellesleg még bele egy gyűrni ide valamit alá. Na, úgyhogy ilyen. Ezt kaptam karira, ezt szép. Egyébként én találtam ki magát. Ez 2 évvel ezelőtt a feliratot, hogy ha egyszer majd varatunk ilyet közösen, akkor a PS akkor legyen, mert ez milyen vicces, hogy benne van a Panna Soma, parassonka. Parassonka, arra is lehet, igen. Pálinka, sör, az is. Pálinka, sör. Igen, ezt minden körben mindig máshogy tudod megideologizálni. Így van, ezek benne vannak, de aztán így valahogy elmaradt. Mi is elmegyünk. Tegnap elrángatott. Valami romantikusat. Arra gondoltam, hogy például egy koponya halmokon álló, baltát lóbáló viking legyen, mert az a kapcsolatunkra fog emlékeztetni mindig. Örökké. De nem, ugye erről beszéltünk, és mindjárt meg is mutatjuk a nap legjobb pillanataiban, hogy kinek milyen romantikus összekötő dolga van a párjával. Ugye te elmondtad, hogy egy nagyon helyes kis cetlit hordasz magadnál, én elmondtam a gyűrűt, hogy a gyűrű belsejébe van bele gravírozva a végtelen jel, hogy minden pasinak, vagy sok pasinak, sok nőnek van egy-egy olyan dolga, ami összeköti a másikkal, és ezt elemezgettük a tetkó alapján, hogy kinek mi. Mindjárt megmutatjuk. De hol a Júli, látni akarom a színét, hogy mi van vele. Elment taxival? Imádom, amikor a Laci bepipult. De kap már agyvérzést, Laci, hogy megkérdeztem, hogy hol a Juli. Hát ez hülye basszus, ez nem normális. Hát most hagyd kérdezzem már meg, nem hol a Juli. Nem vett még senkinek semmit. Hát de vegyél ajándékot, a frusztrált vagy. Vagy itt nem van! Tudom. Hello, Juli. Na, itt a Juli, tessék, itt a Juli. Ki? Nem most akarja betenni a Laci szerkesztői szemmel. De jó, de ha most kell a Juli, akkor most kell. Tessék? Kiengedtem a Zsuzsát. Beszorult? Mi történt? Beszorult? Megmutassam. Na, vetkőzzél, persze. Abszolút. Szóval, hasonlítanunk kell egy fehér felülethez. Igen, és hop-hop. Itt látszik a fehér felület. Aha, elkezdtél kifehéredni. Ki ez a fekabuksa? Nem, ez a melltartó. Ja, az a fehér, az a melltartó.
A logikus gondolkodás, akkor most nem, tegnap este úgy néztem ki, mint aki nem tudom, 3 hónapig volt a tengerparton, ma már csak úgy, mint aki 1 hónapig. Tehát nekem soha azért ilyen nagyon színem nem volt. Ha, foltok vannak-e? Egyelőre nincsen. Egyelőre nincsen, tehát hogyha ez mondjuk 2-3 nap múlva is így néz ki, és nem úgy kopok, mint a dalmata, akkor... De nagyon szépen besötétettél. Akkor a férjednek világított arany volt mind a két mellbimbor. Férjem... Nem az vezet, akkor leotott a villanyt, merre vagy merre látom. A férjemnek nagyon tetszett. Igen? De meg is ünnepeltétek, hogy... Nem, bealudtam. Úgyhogy innen is elnézést. Csak ő ünnepelt. Lehet, hogy volt valami, de én aludtam. Viszont ami nagyon fura, hogy ilyen, pedig tegnap este fürödtem, hogy ilyen nagyon fura, kicsit hát büdi. Szerda volt. Szolárium szagom van azóta is. Az, igen. Az, Tehát ilyen fura szagom lett tőle. Elment az a kellemes illat, amit itt éreztetek, és utána megmaradt egy ilyen szoli szag. Hát a saját bőrszagot, az, nem? Így van. Nem. Hát tudod, ez a... Nem, ilyen szolgál, mint amikor az ember elmegy szolárium, akkor utána lesz ilyen bőrszag. Igen, ilyen kicsit égett bőrszag. De az. És hogyha letusolsz, akkor az, utána lejön az a szag, de nekem nem, nekem megmaradt. Úgyhogy a Lidi lányom, amikor nem tusoljon le, mondta, milyen a furászag rajtad. De akkor nem vagy foltos, nem kezdtél el kiféredni, normális fürdővel fürödtél? Igen. Tehát normál, beültél egy kádvízbe. Így van. Uh-huh. És nem kezdtél lefoltosodni. Nem. Egyelőre nem, de mondom, tehát hogyha ezt 2 nap múlva megkérdezed, lehet, hát hogy nyilván egy idő után persze, meg a klóra, hogy lemarja, ugye. Azt mondják, hogy itt a hajlatokban ott kezd el nagyon csúnyán kikopni. Már akinek kikopik, annak azt mondják, hogy ott a hajlatokban elég hülyén néz. De ha mondjuk abból indulunk ki, hogy valakinek egy alkalmi megjelenésre kell, hogy egy kicsit arra tök jó. Normálisabban nézzen ki, hogy legyen színe. Tehát mondom nekem jó. Szerintem... Alkalmira megadható. Megnézzük még egy-két nap múlva. De alkalmira ez a dolog. Tökéletes. Megadható. Én szolárium párti vagyok, de megadható. Én is, de ha hétfőn foltosodik, akkor nem. Nem. Akkor kihúzzuk. Akkor azt mondjuk, hogy hosszú távra nem, ha elkezd foltosodni, de alkalmira, mondjuk délután lefújnak, este elmész valahova. De este sokkal sötétebb volt, tehát hogy annyira nagyon fú, tehát ilyen színem nekem még soha nem volt. Aztán letusoltam, azért lejött egy csomó, illetve megfürödtem, lejött egy csomó vacak, tehát barna lett tőle a víz. Nem, régi a vezeték a házba. kicsit túl sok a vasoxid, vagy nem tudom, hogy a vízbe ír. Igen, de azért ez még mindig megmaradt egy jó része. Jó, akkor a tegnapi tesztet egyelőre rövid távra, egy napra megadjuk. Azon átment. Így van. Ugye? Át. Nagyon jó. Okay. Ajándékbontásra fújjast ki a dekoltázsod. Vagy kockákat a hasonló. Egyébként azt is simán. Beárnyékolni. Van ez a régi, hogy hívják, van ez a régi jégkocka készítő, tudod, az a rács, rárakod a hasadra, kifújod, és már nem 8 kockád van, hanem 12. Gyerekek, a hasam olyan, mint a fonott kalács, úgyhogy nincs szükség. Mint a fonott kalácsot nyeltem volna, úgyhogy nincs. Csak kereszt. Igen, csak még egyelőre, hogy hívják. Egy Balács van benne. Frissebb bekovászolva még. Te személy, olyan hasam van, hallod, diót lehet rajta törni. Rám dobsz egy kókuszgolyót. Is. Alulra és felülre is. Úgyhogy olyan vagyok, mint Van Damme, befekszem a kókuszfa alá, fölmész, megdobsz egy kókusszal, ketté nyílik a hasamon. Ez egy Bounty reklám volt, vagy ez egy Van Damme filmben volt? Na, azért mondom. Van Damme volt. Az öreg föntről ledobott egy kókuszdiót. És ezt a szerepet szántam neked? Ja. Dobod a kókuszdiót. Igen, mert kettő közül én tudok felmászni egy fára. Jó, de én azért nem nokszuká, úgyhogy a fehér harcos. Nekem viszont törik a kókusz a hasamon. Oké, okay. Na és a találgatás után ugye kiderült, hogy a PS I Love You ez a felirat, ugye? Igen, kész gyerek. Most kellett volna, műsortechnikai szempontból most kellett volna leleplezni, úgy lett volna egy szép íve. Nem előttük félkor. Nem megmondták neked. Tessék? Nem megmondták neked. Hallgattam a Best of-ot, rájöttem, hogy elsértük a leleplezést. De szép tényleg. Majd, ha sokan kérdezik, hogy majd, ha már nincs rajta a fólia, egy fotót lehet róla? Hát nem tudom. Nem akarod? Nem. Hát most tudjátok már, kapjanak egy fotót, mint valaki irítségből levágja a balkarod. Nem hinném, hogy valakinek is kellene. Egyébként tényleg. Jönne be. Tudod, jönne be. Na mi van, fekete szakáll, hol a balnakat lesz? Igen. Ilyet akarok, mondta egy nem tudom, 6. kerületi lakos, és bevitte Feri balkarját a tetováló bűnébe. Hozott mintát. De már szaga van. Igen, zárva voltunk most a hétvégén, bocsánat. Csabi, hello.
Nagyon romantikusak vagytok. De most mondd meg, nekem a gyűrűmben a végtelen jel, a Janinak egy cetli, a tárcában, a Ferinek egy tetkó, és ez egész téma úgy jött egyébként, hogy nem volt előre, hogy a holnapra mindenki találjon ki valami romantikusat, hanem a Feri után elindulva, mint a romantika hercege, kiderült, hogy mindenkinél van, és nagyon sok hallgató is írt, hogy azért van bennünk még romantika, ez jó, mély nem? Mély jellegben. Például Janinál az a cetli, tök jó, ezek nagyon jó, helyes dolgok. Neked? Jani nagyon meglepett egyébként ezzel a cetlivel. Nekem ez sem egy 8-as, tehát nekem a gyűrűs ujjamon van egy végtelen jel, ugyanúgy, mint a Laurának a gyűrűs ujján van egy végtelen jel. Amikor összeházasodtunk, akkor ezt ide maradtuk. De eredetileg a tiéd sem végtelen jel volt, hanem egy X, nem? Csak ne. Aztán az első rostán kiestél. Meg akartam számoltatni az ujjaimat. És behúzattad a hurkákat. Sose tudom, melyik ujjam melyik. Hát ezt is elrontották, mert a 9-es ujjamra tették a 8-ast. Azt sem tudom, hol vagyok. De jó. Itt azt írja a honlapunkon, hogy a Bali akkor lett volna igazán menő, hogyha egy hóddal rágatja bele a monogramokat. Már micsoda? Ez a Vadasparkban. Ja, Vadasparkban. Ez régen volt, gyereke. Itt a nap hallgatója, figyeljetek. Morning show. Az bizony! Roland, hello. Ja. Roland, írtál nekünk SMS-t, azt írtad, szellemes volt Feri tetoválásához kapcsolódva. Szerintem a lakcímét tetováltatta fel, hogy hazataláljon. Gratulálok! Köszönöm szépen. Viseld ezt a kitüntető címet, mint a naphallgatója, és adunk neked egy csomó minden ajándékot. Mondjad, Roland? Föl fogom tetováltatni én is. Helyes. Hát meg van egy nagyon szép külön díjad. Igen? Igen. Hát nem, az 50 000-es. Minden nap karácsony. Vicces. Bizonyám. Két éjszaka tiszta füred. Tessék. 50 000 forint értékben szállodautalmány. Az jó. Az nem rossz. Az nagyon bolnám. Hol hallgatsz minket, Roland? Hát most éppen a Stefánián ülök egy autóba. De többen vagytok, hogy suttogni kell. Nem, csak beteg vagyok, meg vagyok fázva egy kicsit, tehát azért kicsit gyenge a hangom. Ja. Ja, azt hittük, hogy tilosba jársz esetleg. Jól van, Roland. Nem én vezetek. Vezessél, jó utat. Köszi, hogy minket hallgatsz. Áldott, békés, szeretetteljes, meghitt ünnepet kívánok. A gyertyalángok melegítsék a szívedet. Ciao. Na? Az angyalszárnyak sodolják el mellőled a muslimcák. Szevasz, Roland. Ciao. Csabikám. Ma kifejezetten remek zenéid lesznek? Ma kifejezetten lesz, tehát folytatódik a játék, ugye minden karácsony óránként 50 000 forint értékben szállodautalványt lehet nyerni, és közben magyar újdonságokat fogok hozni. A mai nap folyamán meghallgatunk majd egy új... A leborult szivar végén. Mohamed Fatima dalt, meghallgatunk majd Cserpes Laurától egy újdonságot, és már a következő órában lesz egy dalpremiérem, a Nyári Lányok vadi új dalát hallhatjuk életünkben először itt a Kívánság műsorban. Hihetetlen ez a Cserpes család, mert nem csak reklámblokkban, hanem a dalokban is ott van, nem? Hihetetlen. Élelmesen fedik le a piacot. Ki a dalban, ki a reklámblokkban. És a Nyári Lányok is hogy rácáfoltak a nevükre? Csavikám. Őrület lesz nálad? Amerika? Igen. És ráadásul újévi fogadalmakat várok a kívánságok mellé. Várjál sokat. Jó van. És kapjál is néhányat. Várjál sokat, és néhány jöjjön is be. A hallgatók ráfűznek, nem úgy menti? Helyes. 555-500, ez a telefonszáma, kívánni szeretnétek. Írjátok, vagy hívjátok. Csak vagy valami. Valami legyen. Jövünk holnap. Szevasztok. Sziasztok. Ciao. Induljon optimistán a nap.